Negyedik fejezet. A félresiklott lélek, akadnak lelkek, akik oly mértékben sérültek, hogy őket leválasztják a spirituális hazájukba szokásos módon visszatérők útvonaláról. A visszatérő entitások számához viszonyítva ezen abnormális lelkek száma kevés, ám azok az események, amelyek velük történtek a Földön, mégis fontosak lehetnek számunkra, mert komoly hatást gyakorolhatnak más, inkarnálódott lelkekre. A félresiklott lelkeknek két fajtáját különböztethetjük meg. Az első csoportba azok tartoznak, akik nem fogadják el fizikai haláluk tényét, és szorongás és aggodalom miatt küzdenek a hazatérés ellen. A második csoportot a bűncselekményekkel kapcsolatba került emberek alkotják. A bűnpártolókat is beleértve, az első esetben az eltévedt lélek saját döntéséről beszélhetünk. A másodikban a szellemi vezetők tartják távol ellelkeket meghatározatlan ideig a többi emtitással való találkozástól. E-lelkek vezetői két esetben közvetlenül részt vesznek a rehabilitációban, de mivel az eltévedt lelkek E két csoportjának a körülményei nagyon eltérőek, külön tárgyalom őket. Az első típus tagjait kísérteteknek hívjuk. Ezek a lelkek nem mennek haza a testi halál után. És gyakran kellemetlen hatással vannak azokra az emberekre, akik békében szeretnék leélni a földi életüket. Ezeket az eltévedt lelkeket hibásan néha démoni szellemeknek is nevezik. Mert azzal vádolják őket, hogy rontó szándékkal megszállják az emberek elméjét. A negatív lelkek témájában a parapszichológusok már széles körű kutatásokat folytattak. Sajnálatos módon a spiritualitás e területe azokat a gátlástalan. Okkultista elemeket is magához vonzotta, akik az erre fogékony emberek hiszékenységére építenek. A megzavarodott lélek olyan éretlen entitás, akinek az utolsó életéből befejezetlen ügyei maradtak a földön. Lehet, hogy semmi köze sincs azokhoz az élő emberekhez, akiket megzavar. Az viszont igaz, hogy bizonyos emberek kényelmes és kézenfekvő csatornái e negatív szellemeknek, akik szeretik érvényre juttatni veszekedős természetüket. Vagyis, ha valaki mély, meditatív tudatállapotban van, esetenként zavaró mintázatú jeleket foghat, amelyeket testnélküli lényektől erednek. Az üzenet tartalma frivol, frivol néha, személyrem sértő, tiszteletlen, vagy akár provokatív is lehet. Ezek a nyugtalan entitások nem szellemi vezetők, a valódi vezetők gyógyítók, és nem hatolnak be erőszakkal senki tudatába különféle kellemetlenkedő üzenetekkel. Az esetek többségében ezek az üzött lelkek egy adott földrajzi helyhez kötődnek. A kísértet jelenségre specializálódott kutatók azt állítják, hogy e megzavarodott entitások a föld legalsó asztrális síkjai és a szellemvilág között lévő senki földjébe ragadtak. Saját kutatásaimra támaszkodva én nem hiszem, hogy ezek a lelkek eltévedtek volna a térben. És azt sem, hogy démonikusak lennének. Azt gondolom, hogy halálok után önszántukból maradnak egy ideig a földi síkon, mert valamivel nagyon elégedetlenek. Olyan sérült lelkek ők, akik zavaruknak, kétségbeesésüknek és nem ritkán gyűlöletüknek köszönhetően még a vezetőiket sem akarják közel engedni magukhoz. Ismereteink szerint a negatív eltévedt lelkek többféle módon, például ördögűzéssel is elérhetők és kezelhetők hogy végül felhagyjanak az emberek életébe történő beavatkozással. A megszálló szellemeket rá lehet venni, hogy távozzanak, és végül annak rendje és módja szerint átmenjenek a szellemvilágba. Fölmerül a kérdés, ha a spirituális világban rend van, és a vezetőink törődnek velünk. Akkor hogyan engedhetik meg, hogy ezek a rosszul alkalmazkodó, az emberekre negatív energiát sugárzó lények egyáltalán létezenek? Az egyik magyarázat, hogy az akaratunk szabad, még halálunkban is, a másik, hogy mivel fizikai világunkban is oly sok dolog kavarodik össze, a szellemi szabálytalanságokra és deviációkra, mint amilyen a testi létből történő normális kivonulástól eltérő halál is számítanunk kell. A testüktől megvált boldogtalan lelkek, akik önmagukat tartják fogva, valószínűleg a nagy terv részei. Dolguk végeztével ezeket a lelkeket majd kézen fogva vezetik el a föld asztrális síkjáról, és a szellemvilágban a nekik megfelelő helyre kísérik őket. Most a zavart lelkek második. Sokkal gyakoribb típusára térek rá. Ők valamilyen gonosz cselekedet részesei voltak. Először is azt kell eldöntenünk, vajon vétkesnek vagy ártatlannak tekintsük-e a lelket, aki egy bűnözőben lakik. Ki a felelős, a lélek vagy az emberi egó? vagy a két dolog ugyanaz. Egy-egy kliensem néha azt mondja, úgy érzem, megszállt egy belső erő, amely rossz dolgokra késztet. Akadnak elmebetegek, akik úgy érzik, hogy a jó és a gonosz ellentétes erői hajtják őket, számukra irányíthatatlanul. A hipnózisban lévő emberek tuda fölötti ével végzett több éves munkám után arra a következtetésre jutottam, hogy az ötféle érzékelési módon rendelkező ember negatív hatást képes kifejteni a lélek pszichéjére. Őrökénünket a domináló biológiai szükségletek és a környezetünkből származó ingerek szorításában fejezzük ki, amelyek a megtestesült lélek számára csak időegesek. Bár emberi formánkban nem létezik valami rejtett, gonoszén, egyes lelkek mégsem asszimilálódnak teljesen. Azok, akik nincsenek harmóniában a testükkel, úgy érzik, elszakadtak önmaguktól. Ez az állapot azonban nem menti föl a lelkeket az alól a kötelezettség alól, hogy a földi élet során tartózkodjanak minden gonoszságtól. Ezt a cél szolgálja az emberi lelkiismeret. Fontos, hogy világosan lássuk, mi az, ami negatív befolyást gyakorol ránk, és mi az, ami nem. Ha egy belső hang önmagunk vagy valaki más meggyilkolására buzdít bennünket. Abból még nem következik, hogy egy démonikus szellemi entitás, egy idegen lény vagy éppenséggel egy rossz akaratú, hitehagyott szellemi vezető hatása alatt állunk. Ezek a negatív erők belőlünk erednek. Az érzelmi rendellenességekből származó destruktív impulzusok, ha nem kezelik őket, akadályozzák a fejlődést. Azok, akik megoldatlan, személyes traumákat cipelnek, az önrombolás magját hordozzák magukban a bennünk élő aggodalom hatására úgy érezhetjük, nem vagyunk teljes emberek. Például az erős óvárgás és a szenvedély betegségek, amelyek a személy fájdalmából táplálkoznak, akadályozzák az egészséges lélek önkifejezését, sőt, azt akár az őt befogadó test rapságában is tarthatják. Vajon napjaink erőszak hulláma azt jelzi, -e, hogy manapság több lélek tér le a helyes útról, mint régebben? a túlnépesedés és a tudatállapotokat befolyásoló drogok terjedése minden esetre ezt támasztja alá. De ha a pozitív oldalt nézzük, azt is láthatjuk, hogy az emberi szenvedést enyhíteni igyekvő tudatos elkötelezettség a világ minden részén erősödik. Mondják, hogy a föld történelmének létvéresebb pillanataiban is számos ember élt, akik sikertelenül próbáltak küzdeni az emberi kegyetlenséggel szemben. Azok a lelkek, amelyeknek a gazdái genetikai okokból hajlamosak a hibás agyműködésre, különösen veszélyeztetettek az erőszakos környezetben. Sokszor látjuk, hogy a családon belüli fizikai és érzelmi visszaélések hogyan teszik tönkre a gyerekeket, hogy aztán felnőttként előre kitervelt, erőszakos bűncselekményeket kövessenek el, minden megbánás és könyörület nélkül mivel a lélek nem teremtetik tökéletesnek, eredeti természetét beszennyezheti az ilyen életforma. A különösen súlyos bűnt ördöginek nevezzük. Alanyaim azt mondják, hogy eredendően egyetlen lélek sem ördögi, bár később az emberi élet folyamán elérheti ezt a fokozatot. A patológiás, ördögi természetet a személyes tehetetlenség és gyengeség érzése jellemzi, amelyet a védtelen áldozatok tovább gerjesztenek. Azok a lelkek, akik valóban ördögi cselekedeteket vittek véghez. Általában alacsony fejlettségűnek tekinthetők, de az éretlen lélek önmagában még nem vált ki rossz indulatú viselkedést a sérült emberi személyiségből. A lélek az evolúciója során a tökéletlentől a tökéletes irányába fejlődik azáltal, hogy feladatorientált életei során számtalan bonyolult és nehéz megbízatást teljesít emberi testben. Egyes lelkek hajlamosak olyan környezetet választani maguknak, amelyben rendre kudarcot vallanak vagy eltérítődnek. Így a rossz életválasztások idővel lerombolhatják a lélek önbecsülését. Mindazonáltal minden lélek felelős az általa elfoglalt testben mutatott viselkedéséért. A következő fejezetben megfigyelhetjük majd, hogy vezetőik segítségével hogyan tekintik át a lelkek az elmúlt életüket. Mielőtt tovább lépnének, hogy találkozanak a barátaikkal. De mi történik azokkal a lelkekkel, akik testi életük során különösen nagy fájdalmat okoztak másoknak? Ha a lélek képtelen jobbá tenni az emberi test égető, erőszakos késztetéseit, hogyan számoltatják előtt a más világon? Ez a mennyország vagy pokol kérdését veti fel, ahová a jó vagy a rossz cselekedeteink miatt kerülünk, hisz a számonkérés ősidők óta a vallási tradícióink része. Rendelőm falán egy egyiptomi festmény reprodukciója lóg, a címe, az ítélet, az eredeti a Halottak könyve című műben található. Ez a könyv nem más, mint egy, a halállal kapcsolatos, több mint 7000 éves, mitológikus rituálé. Az ősi egyiptomiak a halál és a halálon túli világ megszállottjai voltak, mert kozmikus panteonjukban a halál adott magyarázatot az életre a kép egy nemrég elhunyt ember ábrázol, aki éppen megérkezett az élők földje és a halottak országa közti mesgére. Egy mérleg mellett állami, amelynek segítségével majd megítélik földi életének cselekedeteit. Anubis Isten, a ceremónia mester, a mérleg egyik serpenyőjébe teszi az ember szívét, a másikba pedig az igazság egy helyét helyezi. Az egyiptomiak számára a szív és nem a fejjel képezte az ember lelki ismeretét. Feszült pillanat ez. Nem messze egy krokodil fejű szörnyeteg nyitott szájjal, hogy rögvest fölfajja a szívet. Ha az ember rossz cselekedetei túlsúlyban vannak a jókkal szemben, ha a mérleg nyelve rossz irányba tér ki, az véget vet a lélek létének. Alanyaim jó néhány megjegyzést tettek már erre a képre, egy metafizikai érdeklődésű ember váltig állította hogy senkit sem zárnak ki a túlvilágból, bármennyi rossz cselekedet terheli is a mérlegét. Igaz, amit állít, vajon minden léleknek megvan a lehetősége arra, hogy visszatérjen a szellemvilágba, függetlenül attól, hogy milyen testtel társul idelen. A kérdés megválaszolása előtt elmondom, hogy a társadalom nagy részének véleménye szerint nem ugyanarra a helyre jut minden lélek. A mérsékeltebb teóriák ugyan nem ragaszkodnak már a bűnösöknek járó kénköves pokol tűzhöz, mindazonáltal sok vallási szekta hisz a két mentális állapot, a jó és a gonosz spirituális együttélésében, ami a rossz lelket illeti egyes ókori filozófiai vélemények szerint, az nem más, mint a halál utáni bűnhődés következtében az Isten esszenciától, isteni lényektől való elszakadás. A Tibeti Halottas könyv a Bibliánál évezredekkel régebbi vallási forrás az életek közötti tudatállapotot, a bardót olyan időszaknak írja le, amelyben az elkövetett gonosztetteink szellemi elkülönüléshez vezetnek. Ha hittek is a keleti emberek egy különleges spirituális helylétezésében, ahová a védkesek kerülnek. Hasonlított-e elképzelésük a nyugati világ purgatóriumához? a keresztény doktrína a legkorábbi kezdetektől fogva átmeneti száműzetésnek tekinti a purgatóriumot, ahová az emberiesség ellen elkövetett kisebb védkeket elkövető lelkek kerülnek. A keresztény purgatórium a vezeklés, az elszigeteltség és a szenvedés helyszíne. Ha a lelkek már az összes negatív karmájuktól megszabadultak, végül bejuthatnak a mennyországba. Ezzel szemben a súlyos, halálos, bűnökért örök kárhozat jár. Vajon létezik-e pokol, amelyben a rosszak véglegesen elkülönülnek a jóktól? Alanyaim lelkei minden esetben arról győztek meg, hogy a lelkek számára nem létezik a szörnyű szenvedések elkülönített helye. Ez csak a Földön található meg. Minden lélek ugyanabba a szellemi világba tér haza a halál után, s ott mindenki türelemmel és szeretettel fogadnak. Ám azt is megtudtam, hogy bizonyos lelkek mégis elkülönülnek a szellemvilágban, és ez a vezetőikkel való közös helyzet felmérés idején történik. A többi lélekkel ellentétben ők nem indulnak el a megszokott utak egyikén. Gonosztetteik miatt Gátolt alanyaimmel mondták, hogy azok a lelkek, amelyek földi életük során nem voltak képesek az ártó emberi késztetéseket féken tartani, magányba vonulnak, amikor visszatérnek a szellemvilába. Ezek a lelkek jó darabig nem keverednek a megszokott módon a többiekkel. Az is észrevettem, hogy azok a kezdő lelkek, akik első életeik során rendszeresen negatív viselkedést tanúsítanak, személyre szabott spirituális izolációba vonulnak. Végül őket is saját csoportjukba helyezik, hogy figyelmes felügyelet mellett ezzel is serkentsék tanulási folyamatukat. Mindez nem büntetés, hanem inkább egyfajta purgatórium, ahol e lelkek átértékelhetik az önmagukról való tudásukat mivel a Földön számtalan formában lehet rossza cserekedni, az elszigetelés módja és a spirituális instrukció lelkenként más és más, a konkrét módot az adott élet végén. A helyzet felmérés során határozzák meg, a magány és az átnevelődés időtartama sem állandó. Például beszámoltak nekem olyan rossz útra tért lelkekről, akik a magány időszaka után azonnal visszatértek a Földre hogy egy jó élettel a lehető leghamarabb ledolgozzák hátrányukat. A következő példa egy olyan lélektől származik, aki közvetlen kapcsolatban állt egy ilyen szellemmel. Tizedik eset. Dr. N. Felelősséggel tartoznak-e a lelkek azért, ha olyan emberi lényekkel állnak kapcsolatban, akik szenvedést okoznak másoknak a földi életben? Alany, igen, olyanokkal, akik egyetlenül bántottak valakit. Én is ismertem egy ilyen lelket. Doktor N., mit tud erről az emtitásról? Mi történt vele, miután ezt az életét követően visszatért a szellemvilába? Alany egy lányt bántott, rettenetesen, és aztán nem csatlakozott a csoportunkhoz. Kiterjedt egyéni tanulmányokat kellett folytatnia, mert ennyire gyöngén szerepelt abban a testében. Doktor N., miben állt ez a büntetés? Alany, büntetés. Nem jó a szó, ez inkább regenerálódás. Tulajdonképpen a tanárok döntésén múlik. Sokkal szigorúbbak azokkal, akik kegyetlenkedésben vettek részt. Doktor N., mit jelent az a szellemvilágban, hogy sokkal szigorúbbak? Alany, nos, ez a barátom nem jött vissza velünk, a barátaival, azután a szomorú élet után, amelyben bántotta azt a lányt. Doktor N., amikor meghalt, ő is ugyanazon a spirituális átjárón tért vissza, mint ön, alany, igen. De nem találkozott senki mással. Egyenesen arra a helyre ment, ahol csak a tanára várta. Doktor N., és aztán mi történt vele? A lány egy idő után, egy nem túl hosszú idő után újra visszatért a földre, mint nő, olyan helyre, ahol kegyetlenek voltak az emberek. Fizikailag is bántották őt, és ez szándékos választása volt. A barátomnak meg kellett tapasztalnia, milyen az, amikor Doktor N. Mit gondol, ez a lélek az előző testének az emberi agyát okolta a kegyetlenkedésekért? A lány nem, elvállalta, amit tett, magában roskott. Tapasztalatlanságát vádolta, amiért képtelen volt legyőzni emberi hibáit. Ő kérte, hogy a következő életében meggyalázott nő lehessen, hogy átélhesse, hogy fölmérhesse azt a fájdalmat, amit a lánynak okozott. Doktor N., ha ez a barátja nem törekedett volna a megértésre, és továbbra is olyan emberi testeket választ, akik csak ártanak másoknak, lehetséges lett volna, hogy végül elpusztítsák őt a szellemvilágban. Alany, hosszú szünet után, az energiát tulajdonképpen nem lehet elpusztítani, csak áldolgozni a negatívumokat, amelyek sok-sok életen át kitartanak. Végül kezelni lehet. Dr. N., hogyan? Alany, bizonytalanul. Nem pusztítással, átrendezéssel. A tizedik esetben az alany nem válaszol többé a témára irányuló kérdéseimre, és azok az alanyaim, akik még tudtak néhány dolgot ezekről a sérült lelkekről, szintén meglehetősen szűkszagúak voltak. Később még egy kicsivel többet is megtudunk az intelligens energia kialakulásáról és átalakulásáról. A legtöbb hibás lélek képes arra, hogy megtisztítsa magát a szennyeződésektől a rossz cselekedeteink miatt fizetett ár és a jó cselekedeteinkért kapott jutalmak tartják mozgásban a karma törvényét. Az erőszakos bűn elkövetői úgy bűnhődnek, hogy áldozatként vesznek részt a karmikus igazságszolgáltatás következő körében, a Bhagavad gitában, egy másik korai, keleti írásban, amely már kiállta az évezredek próbáját. Található egy mondat, amely szerint, a gonosz hatása alatt álló lelkeknek vissza kell szerezniük az erényt. Egy halál után élettel foglalkozó tanulmány nem sokat ér, ha nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy vajon miként viszonyul a karma az okság elvéhez és a valamennyi lélekre vonatkozó igazságossághoz. A karma önmagában nem jelent sem jót, sem rosszat. Inkább fordítva igaz, vagyis a karma a földi élet pozitív és negatív cselekedeteinek az eredője. Az a kijelentés, hogy az életben nincsenek véletlenek, nem azt jelenti, hogy a karma kényszerítő ereje önmagában érvényesül, hanem azt, hogy következetesen a tanulandó lekénk felé hajt bennünket. Jövőbeli célunkat a múltunk befolyásolja, amely elől nem tudunk elmenekülni, különösen akkor nem, ha szenvedést okoztunk másoknak. A növekedés egyik feltétele, hogy világosan értsük, életünk folyamán módosíthatjuk utunkat. A másik, hogy meglegyen a kellő bátorságunk a szükséges változtatásokhoz, ha fölismerjük, hogy adott tetteink nem szolgálnak minket. A félelem legyőzésével és a kókázat vállalása a karmikus mintánk az új választáshoz idomul. Nem igaz, hogy életeink végén egy szörnyetek vár ránk, aki bekebelezi a lelkünket. Valójában alapvetően mi vagyunk azok, akik tanár vezetőink előtt a legkeményebben kritizáljuk magunkat. Ez magyarázza, hogy a karma egyszerre igazságos és könyörületes. Szellemi tanácsadóink és társaink segítségével mi szolgáltatunk igazságot tetteinkért. A reinkarnációban hívő emberek közül néhányan azt gondolják, hogy ha egy negatív lélek nem tanulja meg a lekéjét egy bizonyos idő alatt, akkor megsemmisítik, és más, tanulékonyabb lélekkel helyettesítik őt. Alanyaim határozottan cáfolják ezt a feltételezést. Az önfelfedezésnek nincs minden esetben előre meghatározott útja, ahogy az egyik alanyom mondta, a lelkek a háború idejére kerülnek a földre, ez annyit jelent, hogy a lelkek időt és lehetőséget kapnak arra, hogy a fejlődés érdekében változtassanak. Azoknak a lelkeknek, amelyek újra és újra negatív attitűdel élnek emberi gazda testükben, továbbra is törekedniük kell a változásra, hogy túljussanak a nehézségeken. Megfigyelésem szerint nem tapad negatív karma az olyan lélekhez, aki a sok-sok élete folyamán hajlandó dolgozni magán. Nyitott kérdés, hogy vajon csak is a lelkek tehetők-e felelősé az emberiség iracionális, antiszociális, destruktív, romboló cselekedeteiért. A léleknek minden új emberi lény esetében meg kell tanulnia. Hogyan működjön vele együtt? Állandó identitás tudata rányomja a bélyegét az emberi gondolkodásra, amely így egyéni, csak az adott lélekre jellemző tulajdonságokat vesz fel. Ám úgy vettem észre, hogy furcsa kettőség figyelhető meg a lélek tudata és az emberi agy gondolkodása között. A későbbi fejezetekben visszatérek még erre a témára, ha ön, kedves olvasó, már többet tudott meg a lélek szellemvilági létéről. 5. fejezet Az eligazodás. Miután hazatérésünk után szétoszlanak az üdvözlésünkre összegyűlt entitások, készen állunk arra, hogy a gyógyulás helyére vigyenek minket. Ezt egy másik állomás követi, ahol a lélek újra megtalálhatja a helyét a spirituális környezetben. Itt a vezetőnk gyakran részletes vizsgálatnak vet alá minket. A spirituális világ helyszíneit a könnyű azonosítás véget gyakran helynek vagy térnek nevezem holott valójában mindvégig egy nem fizikai univerzumról beszélünk. Klienseim beszámolóiban figyelemre méltó a következő két, egymással összekapcsolódó lépésben történő dolgok hasonlósága, bár a szóban forgó helyeket egymástól kissé eltérő nével illették. Hallottam már a kamra. Hálókocsi és űrközi megállózóna elnevezést, de leggyakrabban úgy emlegetik, mint a gyógyulás helyét. A gyógyulás helye leginkább talán egy harctéri kórházhoz hasonlítható, ahol a földi csatatéről érkező lelkeket kezelik. Bemutatására egy meglehetősen magas spirituális szinten járó, férfi alanyom beszámolóját választottam, aki már számtalanszor átesett ezen a regeneráló folyamaton. 11. Eset Dr. N. Miután a halálát követően már elhagyta az üdvözlésére összegyűlt barátait, Hová indul a lelke a szellemvilágban? Alany, egy darabig most egyedül vagyok. Mérhetetlen távolságokat teszek meg. Doktor N., ezután mi történik önnel? Alany, egy számomra láthatatlan erő vezet, majd egy zártabb helyre érek, egy szélesebb területre, ahol tiszta energia fogad. Doktor N., milyen ez a terület? Alany, számomra ez a gyógyulás csarnoka. Doktor N. Próbálja meg a lehető legrészletesebben leírni itteni tapasztalatait. Alany, behajtott ide valami, ahol most egy fényes, meleg sugarat látok, folyikony energia áramként nyúlik kifelém. Páraszerű áramlás figyelhető meg itt, ami először gőzként körülöttem kavarog, aztán, mintha éne, lágyan megérinti a lelkemet ezt követően elnyelődik bennem, mint valami tűz, és én tisztán állok, mintha minden fájdalmam kémosódott volna belőlem. Doktor N., valaki fürdeti önt, vagy ez a fénysugár csak úgy a semmiből jön. Alany, egyedül vagyok, de valaki mégis irányítja a történést. A lényemet fürdetik, meggyógyítanak, miután ki voltam téve a föld hatásainak. Doktor N., hallottam már azt is, hogy olyan érzés ez mintha a napi kemény munka után egy frissítő fürdőt vennénk. Alany, nevet, egy életnyi kemény munka után, de ez sokkal jobb. És nem is leszek nedves tőle, doktor N. De hiszen nincs már fizikai teste, akkor hogyan tudja ez az energia zuhany mégis gyógyítani a lelkét? Alany, azzal, hogy elér. A lényem lényegéig. Nagyon elfáradtam az utolsó életemben, a legutóbbi testemben. Dr. N. Azt mondja ezzel, hogy a fizikai testen és az emberi elmén esett sérülések a halál után is érzékelhető, érzelmi jelet hagynak a lelken. Alany, Istenem, hát persze, a saját kifejeződésemre, aki lényként vagyok hatott az az agy és test, amiben éltem. Dr. N. Még most is, holott már örökre elvált attól a testtől. Alany, minden test hagy valami. Benyomatott. Rajtunk, legalábbis egy ideig van néhány test, amelytől soha sem fogok teljesen megszabadulni. Bár nem kötődöm már hozzájuk, néhány kiemelkedő emlékép mégis rögzült bennem egyes testeimről és életeimről. Doktor, N. Oké, okay, most szeretném, ha befejezné a gyógyító zuhanyt, és elmondaná, rá, hogy mit érez. A a fényben függök, a lelkemen hatolát, kimossa a negatív vírusok jó részét lehetővé teszi, hogy megszabaduljak az utolsó életem kötelékeitől, elősegíti az átalakulásomat, hogy aztán újra egész lehessek. Doktor N. Ennek az zuhajnak mindenkire ugyanaz a hatása? Alany, szünet után. Amikor fiatalabb és még kevésbé tapasztalt voltam, sokkal összetörtebben érkeztem ide, az energia nem tűnt ennyire hatékonynak, mert nem tudtam, hogyan lehet a segítségével minden negativitástól megszabadulni a gyógyító energia ellenére tovább hordoztam a régi sebeimet. Doktor N., azt hiszem, értem, akkor, mit fog most csinálni? Alany, ha már összeszedtem magam, elindulok egy csendes helyre, ahol a vezetőmmel találkozom. A gyógyulás zuhanya a visszatérő lélek rehabilitációjának csak az első momentuma. A helyzet felmérés során, ami rögtön ezután következik a vezetők alapvető fontosságú tanácsokat adnak különösen a fiatalabb lelkeknek. Ezen a helyen, az imár földfrissült frissült lélek részletesen beszámol az éppen befejezett életéről. A helyzet felmérést a féle belépő beszélgetésnek is felfoghatjuk, ami további érzelmi felszabadulással jár, és segít a szellemvilághoz való újra alkalmazkodásban. Hipnózisban az alanyaim a helyzetfelmérés szintjén történő tanácsadásról egybehangzóan azt állítják, hogy a vezetőik kíméletesek, de ugyanakkor nagyon következetesek is. Talán úgy lehet a szituációt a legpontosabban elképzelni, ha most maga elé képzeli kedvenc általános iskolai tanárát. Képzeljen el egy határozott, erős jellemű, eltökélt szándékú, ám gondoskodó hozzáállású lényt. Aki mindent tud a tanulási szokásairól, az önerőségeiről és gyenge pontjairól, a félelmeiről. Olyan tanárt, aki bármikor késégesen a rendelkezésére állami, aki mindig kész foglalkozni önnel, amíg csak igény tart rá, ám ha nem elég határozott és rámenős, akkor a fejlődése megáll, és minden marad a régiben. A diák semmit sem tud elrejteni szellemi tanára elől. Ebben a telepatikus világban nincsenek kibúvók, nincsenek kifogások, itt lehetetlen csalni. A lelkek helyzet felmérési folyamatában számtalan különbség adódik attól függően, hogy az éppen befejezett élet után milyen az adott lélek felkészültsége és tudatállapota. A beszámolók szerint a helyzet helyzetfelmérés gyakran egy szobában történik. A környezet, a szoba berendezése és az első beszélgetés intenzitása egy-egy lezajlott élet után más és más lehet. A most következő beszámoló rövid példa a helyzetfelmérés helyén történő eseményekre, s egyúttal azt is szépen megmutatja, hogy a magasabb erők vigaszt nyújtanak az éppen hazatért léleknek. 12. Eset Alany, a hálószobám közepén találom magam, ahol nagyon boldog voltam gyerekkoromban. Látom a rózsás tapétát és az ágyamat, a nyikorgó rúgókkal és a vastag, rózsaszínű takaróval, amit a nagymamám vart még nekem. A nagymamámmal bensőséges viszonyban voltam, és mindig megvigasztalt, ha valami bántott és most ő is itt van ott ül az ágyam végén, a kedvenc játékállataimmal, és engem vár, ráncos arca most is mint mindig sugárzik a szeretettől. Egy idő után rájövök, hogy ő tulajdonképpen a vezetőm, a mebb hús. beszélek neki a most véget ér életem boldog és szomorú eseményeiről. Tudom, hogy hibákat követtem el, de olyan kedves hozzám. Együtt sírunk és nevetünk, ahogy újra élem az eseményeket aztán rátérünk azokra a dolgokra, amelyeket az életemben nem tettem meg, bár megtehettem volna, de a végén minden rendben, tudja, hogy ki kell pihennem magam ebben a gyönyörű világban. Lassan elazulok, nem érdekel, hogy visszamegyek-e valaha is a földre, mert ez az én igazi otthonom. A fejlettebb lelkeknek a hazaut ezen pontján nincs szükségük helyzetfelmérésre. Ez nem azt jelenti, hogy az E kategóriába tartozó eseteim 10% átkitevő lelkek a Földről való visszatértünkben csak úgy elvidorláznak egy energiahullámon a vezetőjükkel. Mindenki felelős az elmúlt életeiért. A teljesítmény mércéje az, hogy az adott egyén mennyire volt képes értelmezni és eljátszani az élet szerepét. A haladottabb lelkek belépő beszélgetése később, mestertanárok részvételével történik. A kevésbé fejlett lelkekre a tanácsadók külön figyelmet fordítanak, mivel számukra a fizikai világból a szellemébe történő hirtelen átmenet számos nehézséget okozhat. A most következő esetben nagyobb szerepet kap az alapos, részletekbe menő spirituális helyzetfelmérés. Tipikusnak mondható, hogy a vezetők az érzések és a hozzáállás feltárásával a jövőbeli viselkedést készítik elő. A 13. Esetben klien kliensem egy erős, reprezentatív megjelenésű, 32 éves nő, aki test súlyban és magasságban is az átlag fölött állami, farmerben, csizmában és laza trikóban érkezett a rendelőmbe, és meglehetősen izgatottan viselkedett. Előadott problémái három részre tagolódtak. Jól menő ingatlan ügynök létére elégedetlen volt az életével, mert túl anyagiasnak és egyhangúnak érezte azt. Ezen kívül úgy érezte, hogy hiányzik belől a nőjes vonzerő. Mint mondta, a gardróbja tele van gyönyörű ruhákkal, de utálja azokat hordani. Aztán azt is elmesélte, hogy egész életében manipulálta a férfiakat, mert férfias agresszió él bennem, és ettől úgy érzem, hogy nem vagyok elég nő, kislány korában keveset játszott babákkal, és lány ruhákat sem viselt, mert sokkal jobban érdekelte a fiúkkal folytatott, Sportos versengés. Férfias érzelmei nem változtak meg az idő múlásával, bár később férhez ment egy olyan emberhez, aki elfogadta viszonyukban a nő dominanciáját. Hestert élvezte a szexet, mert ő volt irányító helyzetben, és ezt a férje is nagyon izgatónak találta. Kliensem jobboldali, halántékái fejfájásról is panaszkodott. Alapos kivizsgálás után az orvosok ezt a túlzott stressz következményének ítélték. Hipnózisban kiderült, hogy a lanyom legutóbbi életeiben mindig férfi volt, utoljára Rosfeldon nevű államügyészként éltele rövid életét, Oklahomában, az 1880-as években. Ros 33 éves korában egy hotel szobában fejbelőtte magát. Kétségbe esett tettét a foglalkozásában beállt kedvezőtlen fordulat váltotta ki. A beszélgetés előre haladtával ön, kedves olvasó, erős érzelmi kitöréseknek lehet tanulja. A korregresszióval foglalkozó terapeuták felfokozott válaszreakciónak hívják ezt, amikor az alany éli az eseményeket, s nem csupán megfigyelőként szemléli azokat. 13. eset doktor N. most, hogy elhagyta a gyógyító zuhanyt, merre megy tovább? Alany, elfogódottan találkozom a tanácsadómmal. Dr. N. És ő kicsoda? Alany, szünet. Dész, nem. Klódész. A neve. Dr. N. Váltott már szót Clodice szal, amikor belépett a szellemvilába. Alany, akkor még nem álltam rá készen. Csupán a szüleimet szerettem volna látni. Dr. N. És most miért találkozik Clodice szal. Alany, egyfajta. Beszámolót kell neki adnom. Magamról. Minden életem után ez történik, de ezúttal nyakig vagyok a pácban. Doktor N., miért? Alany, mert öngyilkos lettem. Doktor N., ha valaki megöli magát a földön, az azt jelenti, hogy lélekként megbüntetik. Alany, nem, nem, nincs olyan, hogy büntetés. Ez földi kifejezés. Klódész -e L. hogy ilyen hamar kiszálltam, és nem volt bátorságom szembenéznem a nehézségekkel. Azzal, hogy a halált választottam, elintéztem magamnak, hogy újra vissza kell mennem és egy másik életben újra meg kell küzdenem ugyanazzal a problémával. Rengeteg időt elpazaroltam azzal, hogy ilyen kortám föladtam. Dr. N. Szóval, senki sem fogja elítélni amiatt, hogy öngyilkos lett. Alany, egy pillanat töprengés után, hát, a barátaim sem fognak hátba veregetni. Nagyon szomorú vagyok amiatt, amit tettem. Szó köz. Megjegyzés: ez a szokásos szellemvilági hozzáállás az öngyilkossághoz. Annyit azonban még hozzá tennék, hogy azok, akik a krónikus fizikai fájdalom vagy a majdnem teljes cselekvésképtelenség miatt ölik meg magukat, lélekként nem éreznek megbánást. Ilyen esetekben a vezetők és a barátok is sokkal megértőbbek az öngyilkosságot illetően. Szóköz, doktor N. rendben, térjünk át akkor a Raklódésszal való találkozására. Először írja le, milyen környezetben várja önt a tanácsadója. Alany, egy terembe lépek be, falak vesznek körül, nevet. Ó, hát ez a bakorn. Doktor N, az micsoda. Alany, egy nagyon klassz bárok lahomában, ahová covboly ok járnak. Törzs vendégnek számított, amit szerettek, és mindig barátságos volt a hangulat. Gyönyörű, fából készült lambéria, párnás bőrszékek szünet, ott ül Klódész egy asztalnál, és rám vár. Most beszélgetni fogunk. Doktor N. Hogyan számol be a dolgairól egy oklahomai bárban a szellemvilágban? Alany, ez az egyik segítség, amit azért kapunk, hogy könnyebb legyen a dolgunk. De a támogatás ezzel véget is ér. Egy nagy sóhaj után, ez a beszélgetés nem lesz olyan könnyű, mint a bárpultnál a csevegés. Doktor N. Szóval, kicsit lehangolt, hogy hamarosan őszinte beszélgetést kell folytatni a vezetőjével az elmúlt életéről, alany, védekezően, mert elszúrtam. Most oda kell mennem, és el kell magyaráznom neki, miért nem sikerült jól. Az élet olyan nehéz, próbálom jól csinálni, de, doktor En, mit próbál jól csinálni? Alany, szorongással, megállapodtam Claudies Szal, hogy kidolgozzuk a célokat, és aztán végrehajtom azokat ezt várta tőlem, mint rostói, a francba. Most elé kell állnom, és, doktor N. úgy érzi, nem tartotta be a megállapodást, amit a tanácsadójával kötött a rosként elvégzendő feladatokkal kapcsolatban. Alany, türelmetlenül. Hát nem, rettenetes voltam, és persze most újra kell kezdenem az egészet. Azt hiszem, sohasem leszek képes tökéletesen végrehajtani. Tudja, ha nem lenne ilyen szép a föld, a madarak, a virágok, a fák soha sem mennék vissza. Túl sok bajjal jár. Doktor N. Látom, nagyon elkeseredett, de nem gondolja, hogy. Alany, izgatottan közbevág. A legapróbb dolgot sem lehet itt elsumálkolni. Mindenki jól ismer. Semmit sem titkolhatok el Klódész elől. Dr. N. Vegyen egy mély lélegzetet, menjen bejebb a bakorn bárba, és mondja el, mit tesz. Alany. Nyel egyet, és fölhúzza a vállát, lassan beúszom, és leülök klódésszal szemben a bárpultnál álló nagy kerekasztal másik oldalára. Doktor N. Most, hogy már közel van Klódészhoz. Őt is olyan elkeseredettnek találja a legutóbbi élete miatt, mint amilyen ön, alany, nem, én sokkal feldúltabb vagyok amiatt, amit tettem, és amit nem tettem, és ő pontosan tudja ezt. A tanácsadók lehetnek elégedetlenek valamivel, de soha sem aláznak meg minket ennél sokkal magasabb rendűek. A helyzet felmérési idő alatt a tanácsadók útmutató megjegyzései lendíthetnek a lélek gyógyulási folyamatán, de ez nem jelenti, hogy ezzel a folyamatot gátló, védekező mechanizmusokat teljesen fölszámolták volna. A múltunkban gyökerező fájdalmas emlékek nem halnak meg olyan könnyen, mint a test. Hesternek tisztán és világosan, minden torzítás nélkül kell látni a rosként leélt életének negatív vonásait. A lelki helyzet felmérés helyszínének hipnózisban történő fölidézése nagy segítségemre szolgál a terápiában. Úgy találtam, hogy a pszichodráma szerepjáték technikái jól használhatóak annak kiderítésére, hogy a régi meggyőződések és érzések milyen hatást gyakorolnak a mostani viselkedésre. A 13. Esetben a helyzet felmérés folyamata meglehetősen hosszú volt, ezért összesűrítettem. Ennél a pontnál kérdéseimet az alany vezetőjéhez intéztem. Aros Rosfeldon életét, feltáró beszélgetés sortán közvetítő szerepet vállaltam magamra Ross és Klódész között. Ebben a terápiás helyzetben szerepátvitelt is kezdeményeztem, amelyben Hester Ross mondta ki Klódés gondolatait. Az alany és vezetőjének egyesítése jó eszköz arra hogy kicsalogassuk a magasabb entitások segítségét, és élesebb megvilágításba helyezzük a problémákat. Néha úgy érzem, hogy ilyenkor saját vezetőm is irányít engem az üléseken. Mindig is óvakodtam attól, hogy nyomó soké nélkül szólítsak meg vezetőket. A kliens vezetőjével történő közvetlen kommunikáció mindig kockázatokat rejt magában. Ha tolakodásom a vagy szükségtelen, a vezetők leblokkolják az alany vagy megzavarják azokat. Hallottam már vezetőket olyan éles, reszelős hangon szólni, hogy alig értettem meg a kérdéseimre kapott válaszokat, amikor az alanyaim beszélnek a vezetőikkel és nem a vezetők beszélnek közvetlenül az alanyaim hangján. A szavak általában könnyebben sorjáznak elő. Ebben az esetben azonban Kalódész érthetően szólalt meg Hesteros hangján, és bizonyos értelemben megengedte, hogy én is dolgozzam az ő kliensével. Szóköz, Dr. N. Figyeljen rám, Ross, most mindkettőnknek meg kell értenie, hogy milyen lelki folyamatok zajlanak le önben. Kezdjük a helyzet felmérés elejétől, a klódéssal való találkozástól. Szeretném, ha segítene nekem. Hajlandó erre. Alany, igen. Dr. N. Remek. Most valami szokatlan dolog fog történni. Hármig számolok. Háromhoz érve önkettős szerepet ölt majd magára, egyszerre lesz klódész is és önmaga is. Képes lesz arra, hogy mind a saját, mind a vezetője gondolatait elmondja nekem. Amikor kérdezem, úgy fog tűnni, mintha a saját vezetőjévé vált volna. Készen állami erre? Alany, bizonytalanul. Hát, azt hiszem. Dr. N., gyorsan, 1,2, 3, tenyeremet az alany homlokára teszem hogy előmozdítsam az átrendeződést. Most legyen Kalódész, aki az ő hangján beszél. Ott ül az asztalnál, Rosfeldon lelkével szemben. Mit mond neki? Most, gyorsan! Szeretném, ha az alanyom a feladat nehézségéről szóló kritikus gondolatok nélkül válaszolna. Alany, saját vezetőjeként megszólalva valanyom lassan reagál. Tudod, csinálhattad volna jobban is. Dr. N., gyorsan, legyen újra Rosfeldon! üljön át az asztal másik oldalára. És válaszoljon Kalódésznak, alany, megpróbáltam, de a cél eléréséhez kevésnek bizonyultam. Dr. N. Cseréljen helyet újra, legyen most Kalódés gondolatainak a szócsöve, és válaszoljon Rosnak, gyorsan, alany, ha utólag változtathatnál az életeden, mi lenne az, Dr. N. Válaszoljon Rosként, alany, a pénz és a hatalom vonzásában. Nem válnék korruptá. Dr. N. Válaszoljon kalódészként. Alany, miért hajtad, hogy ezek a dolgok eltérítsenek eredeti céljaitól? Dr. N. Mélyített hangon. Nagyon jól csinálja. Továbbra is cserélgesse a szerepeket az asztalnál. Most válaszoljon a vezetője kérdésére. Alany, szerettem volna tartozni valahová, hogy fontos tagja legyek a társadalomnak, hogy a többiek fölé kerekedhessek és csodáljanak. Az erőmért. Dr. N. Válaszoljon, mint Klódész, alany, különösen, ami a nőket illeti. Megfigyeltem, hogy szexuálisan is megpróbáltál uralkodni fölöttük, hódítani akartál, valódi kapcsolat nélkül. Dr. N. beszéljen rosként. Alany, igen, ez igaz, ide-oda ingatja a fejét. Nem kell magyaráznom, már úgy is tudsz mindent. Dr. N. Válaszoljon, mint Klódész, alany, de igen, kell. Muszáj tudatosan foglalkoznod ezzel a problémával. Dr. N., válaszoljon mintos. Alany, védekezően. Ha én nem próbáltam volna uralkodni ezeken az embereken, ők uralkodtak volna rajtam. Dr. N., válaszoljon kalódészként. Alany, ebben nem volt értékelendő érdem, ez értéktelen. Nem oda jutottál, ahová indultál, pedig gondosan választottuk meg a szüleidet. Szó köz. Megjegyzés, Rosfeldon szülei átlagos életszínvonalon élő farmerek voltak, akik nagyfokú önzetlenségről és őszinteségről tettek tanúbizonyságot. Sokat áldoztak azért, hogy rosjogot tanulhasson. Szóköz, köz, Dr. N., válaszoljon rosként. Alany, sietve. Igen, tudom. Ők neveltek idealistának, hogy segítsenek nekem. Persze én is akartam ezt, de nem jött be. Láttad, mi történt? Már akkor két voltak, amikor elkezdtem a szakmát, hogy az egész értelmetlen. Nem akartam többi szegény maradni, olyan embereket védeni, akik nem tudnak fizetni. Gyűlöltem a farmot, a disznókat, a marhákat. Szerettem jelentős emberek közelében sürgölődni, és amikor ügyészként az állam szolgálatába álltam, úgy gondoltam, hogy majd megreformálom a rendszert, hogy segítsek a vidéki embereken. A rendszer volt a rossz. Dr. N., válaszoljon kalódészként. Alany, szóval a rendszer rontott meg. Hogy is van ez? Dr. N., válaszoljon rosként. Alany, indulatosan. Akkor a bírságokat fizettettem az emberekkel, hogy belerokkantak. Olyanokat küldtem börtönbe, akik nem szándékosan követték el a védkeiket. Másokat fölakasztattam. Megtört hangon, legális gyilkossá váltam. Dr. N., válaszoljon kalódészként. Alany, olyan bűnözők ellen jártál el, akik másokat bántalmaztak. Miért érzed akkor magad felelősnek? Dr. N. Válaszoljon, Ross, Alany, csak néhányuk volt ilyen, a többség. Egyszerű ember volt, olyanok, mint a szüleim, akik fennakadtak a rendszer kerekén, kellett nekik a pénz, hogy megéljenek, meg aztán ott voltak a háborodottak, az elmebetegek. Dr. N. Válaszoljon, klódész alany, és mi van az eljárás alábont emberek áldozataival. Nem azért választottad a jogot, hogy segítsd a társadalmat, hogy az igazság fegyverével biztonságosabbá tedd a farmok és a városok világát. Dr. N. Válaszoljon, Ros. alany, hangosan. Nem látod, hogy nem jött össze nekem. Gyilkos lettem egy primitív társadalomban. Dr. N. Válaszoljon kalódészként. Alany, és ezért magadat is megölted. Doktor N., válaszoljon, Rosként, alany, kizökkentem a kerékvágásból. Nem tudtam visszalépni, újra senkivé válni, ugyanakkor előre se tudtam lépni. Doktor N., válaszoljon, klódész. alany, túl könnyen hasonultál azokhoz, akiket csak a pénz és a személyes siker mozgat, ez nem te voltál. Miért bújtál el önmagad elől? Doktor N., válaszoljon, Ros, alany, dühösen. Miért nem segítettél jobban, amikor közvédőként kezdtem el a pályámat? Dr. N. Válaszoljon, Klódész. Alany, mi hasznod származik abból, ha kötelességemnek gondolod, hogy minden körben ölbe kapjalak? Dr. N. Megkértem Hestert, hogy válaszoljon Rosként, de mivel szótlan maradt, tovább léptem. Elnézést Ros, hogy megszakítom, de azt hiszem, Klódész az iránt érdeklődik, hogy mi haszna származik abból a fájdalomból. Amit most érez és abból az édes tudatból, hogy őt vádolhatja az előző életéért. Alany, szünet. Együtt érzést akarok. Azt hiszem. Dr. N. Oké, okay. akkor válaszoljon kalódészként erre a gondolatra. Alany, nagyon lassan. Mit szeretnél? Mit tegyek még érted? Nem nyúltál elég mélyen magadba. Elültettem benned a józanság, a mértékletesség, a felelősség érzését, az eredeti céljaidat, a szüleid szeretetét, de te nem figyeltél ezekre a gondolatokra, és makacsul más cselekedtél. Alany, rossz az én utasításom nélkül válaszol, tudom, hogy nem követtem a jeleket, amiket állítottál, elpazaroltam a lehetőségeket, féltem. Doktor N. Válaszoljon klódészként e kijelentésre. Alany, mi értékes a legtöbbre magadban? Dr. N., válaszoljon a vezetőjének, alany, hogy megvolt bennem a vágy, hogy megváltoztassam a Földön a dolgokat. Úgy indultam, hogy jobbítani akarok az emberek sorsán. Doktor N., válaszoljon, mint Klódész, alany, korán abba hagytad ezt a feladatot, és ahogy látom, megint nem értél a lehetőséggel. Féltél a kokázatól. olyan utat választottál, amit tönkretett. Olyanná akartál válni, aki nem te vagy és ennek eredményeként újra szomorkodhatsz. Szó köz. A helyzet felmérési szakasz újraalkotása azonnali változásokat hoz a hipnotikus ülés során. Figyelje meg, mennyivel világosabbak és határozottabbak Klódész válaszai, mint amilyeneket kliensem, Hester, vagy előző énje, Rozs adott. Nem mindig sikerül a lanyaim vezetőinek a spirituális helyzet felmérés során tett megjegyzéseit ilyen sokat mondóan lefordítani. Mindazonáltal az előző életek emlékei gyakran csapnak át a mai problémákba, bármilyen spirituális helyzetet is válasszunk, hogy a lanyom vagy a vezetője irányította-e a beszélgetést a balkorn bárban, ahová visszamentünk az időben, számomra édes mindegy. Végül is Rosfeldon, mint személy, halott, de Hester ugyanabba a sártengerbe ragadt bele. És én a lehetőségeim szerint mindent megteszek, hogy megtörjem ezt a destruktív viselkedési mintát. Néhány percet azzal töltök, hogy a lanyommal átismételjük, mit is mondott a vezetője az öntudat hiányáról, az elidegenedésről és az eltékozolt értékekről. Miután ismét fölkértem Kalódészt a további együttműködésre, lezártam a helyzet felmérési jelenetet, és Hestert rögtön egy későbbi spirituális állomáshoz vittem, közvetlenül az újra születését megelőző időbe. Szóköz, doktor N., most, hogy már mindent tud arról, ki is volt az aros, és a szellemvilágban eltöltött idő után már nagyobb rálátással rendelkezik valódi identitását illetően, hadd kérdezem meg, miért választotta a jelenlegi testét. Alany, azért lettem nő, hogy az emberek ne féljenek tőlem. Doktor N. Valóban. Akkor miért választott ilyen erőtől duzadó, huszadik, századi női testet? Alany, már nem fognak feketébe öltözött államügyészként látni a tárgyalóteremben. Ezúttal meglepetés csomag vagyok. doktor N. Meglepetés csomag. Ez mit jelent? Alany, tudtam, hogy nőként kevésbé leszek ijesztő a férfiaknak. Amikor nem figyelnek oda, akkor elkaphatom és halálra rémíthetem őket. Doktor N. Milyen fajta férfiakat? Alany, a nagy nagyfiúkat, a társadalom tartó pilléreit. Elkapom őket, amikor abba a hamis tudatban ringatják magukat, hogy biztonságban vannak, hiszen én nő vagyok. Dr. N. Elkapja őket, és mit csinál velük? Alany, jobb öklét a bal tenyerébe helyezve. Körmöst adok nekik, hogy megmentsem a kis halakat a cápáktól, akik ezen a földön föl akarják falni őket. Dr. N. Alanyomat a jelenbe hozom, mi alatt még mindig a tudat fölöttes állapotban marad. Szeretném pontosan érteni, hogy miért választotta a női létet ebben az életében. Hasonló embereken akar segíteni, mint akiknek férfiként nem sikerült segítenie előző életében. Így van. Alany, szomorúan. Igen, de nem ez a legjobb módja. Nem úgy sikerült, mint ahogy gondoltam. Még mindig túl erős és férfias vagyok. Az energia túlcsordul bennem, a rossz irányba. Doktor N., mi a rossz irány? Alany, vágyakozóan. Lényegében ugyanazt teszem, mint korábban. Kihasználom az embereket. Olyan női testet választottam, ami megfélemlíti a férfiakat, és nem is érzem magam igazán nőnek. Doktor N. mondana erre példát. Alany, szexuális vonatkozásban és az üzleti életben. Megint hatalmi játékot játszom, nem érdekelnek az elvek, rossz úton járok, mint régen, rosként, ezúttal ingatlan kereskedőket manipulálok. Túlságosan is érdekel a pénz. Rangra vágyom, doktor N. És miért bántja ez magát? Alany, a pénz és a rang drogként működik számomra, csak úgy, mint az előző életemben. Az, hogy nő vagyok, semmit sem változtatott azon a vágyamon, hogy irányítsam az embereket. Olyan hülyeség. Dr. N. tehát úgy gondolja, hogy hibás indítékból választott női nemet. Alany, igen, sokkal természetesebbnek érzem, ha férfi vagyok de azt hittem, hogy nőként ezúttal sokkal finomabb leszek. A női létet arra akartam használni, hogy újra megpróbáljam, és Klódész is beleegyezett. Kliensem magába roskad a fotelban, micsoda baklövés, doktor N. nem gondolja, Hester, hogy egy kicsit kemény önmagával szemben. Egy érzés azt súgja nekem, hogy talán részben azért választotta a női létformát, mert a női belátás is intuíció segítségével másképpen akarta megközelíteni a feladatát. Lehet valakinek férfi energiája, ha már ennek nevezi ezt, és közben maradhat mégis nőjes. Mielőtt befejezném ennek az esetnek az ismertetését, néhány szót kell ejtenem a homoszexualitásról. Alanyaim többsége az egyik nemhez vonzódik inkább, és életeik 75%-ában ezt a nemet választják. Ez szinte mindenkire igaz, Kivéve az igazán fejlett lelkeket, akik nagyjából felfele arányban választanak férfi és női létet. A földi lelkek többségének enemi preferenciája nem jelenti, hogy a fennmaradó 25% nyi életeikben boldogtalanok lennének. Hester nem szükségszerűen homoszexuális vagy biszexuális a nemi választása miatt. A homoszexuális emberek a saját testünkben érezhetik jól vagy rosszul is magukat. A valóban homoszexuális klienseim gyakran megkérdezik, hogy vajon a nem megfelelő nem választása okozza -e ebben az életükben ezt az állapotot. Mire véget ér az ülés, a kérdésükre rendszerint megkapják a választ. Mindegy, milyen körülmények befolyásolták az adott lelket nemi választásában, a döntés már az előtt megszületett, hogy az illető megérkezett volna a földre, néha azt látom hogy a homoszexuális emberek azért választották jelenlegi nemüket a mostani életük előtt, mert kísérletezni akartak a ritkában használt nemmel. Ha valaki homoszexuális akár férfiként, akár nőként, azt a mai társadalom megbélyegzi, és emiatt az élete nehezebbé válik. Ha múlt eseményeire való tekintettel egy-egy kliensem mégis ezt az utat választotta, az rendszerint annak a karmikus késztetésnek a következménye, hogy felgyorsítsa a nem jön azonosság komplex kérdésének megértését. A 13. eset ismertetésben szereplő alanyom azért választotta a női nemet, hogy próbára tegye önmagát, és ebben az életében legyőze a rosfeldonként megtapasztalt nehézségeket. Vajon segítségére lette volna Hesternek, ha már születésétől fogva ismeri rosként leélt múltját, és nem kellett volna várnia a 31 néhány éves koráig, hogy hipnózisban mindez kiderüljön. Amnéziának nevezük, ha valakinek nincsenek tudatos emlékei a múltjáról. A reinkarnáció iránt érdeklődők közül sokakat foglalkoztat a kérdés, vajon miért kell az életben vakon tapogatózva keresgélnünk, hogy kik vagyunk és mi a feladatunk, s hogy valóban létezik-e valamilyen spirituális istenség, aki vigyáz ránk. Hesterrel az ülést az amnéziájára vonatkozó kérdésekkel zártam le. Dr. N., mit gondol, miért nem voltak tudatos a feldonként leélt életéről? Alany, amikor testet választunk és elkészítjük a földre történő visszatérés tervét, egyfajta megállapodást köttünk a tanácsadunkkal. Dr. N., mire vonatkozik ez a megállapodás? Alany, megállapodunk abban, hogy nem fogok emlékezni a többi életemre. Dr. N., miért? Alany, jobb tiszta indulni. Mint előre tudni, hogy mi történhet velünk, amiatt, amit a múltban tettünk. Doktor N., de nem lenne jobb tudni az elmúlt életek hibáiról, hogy a következő életben már elkerülhessük ugyanazokat a csapdákat? Alany, ha mindenki ismerné a múltját, sokan szinte csak arra figyelnének, ahelyett, hogy új megoldásokat találnának ki ugyanarra a problémára. Az új életet. Komolyan kell venni. Doktor N., van-e még más oka is a jelenségnek? Alany, a múlt emlékei nélkül, ahogy a tanácsadók mondják, kevésbé feledkezünk bele, abba, hogy megpróbáljuk megbosszulni a múltat, hogy elégtételt vegyünk a bennünket ért sérelmek miatt. Doktor N., Nos, nekem úgy tűnik, hogy hesterként mindez szerepet játszott viselkedésének és motivációs rendszerének az alakulásában. Alany, hangosan, ezért jöttem Önhöz, Doktor N., és még mindig azt gondolja, hogy a örök szellemi létünk földi vonatkozású emlékeinek a teljes törlése elengedhetetlen a tovább lépéshez. Alany, normál esetben igen, de a törlés nem teljes. Álmainkban néha előjön egy egyvillanás. Krízis helyzetekben az emberek, ha kell, belül tudják, hogy merre menjenek. És néha a barátok is megkerülhetik ezt a tiltást. Dr. N. barátokon a szellemi világ entitásait érti. Alany, ühüm, sugnak, ha kell, és gondolatokat villantanak fel. Én is csináltam. Dr. N. ennek ellenére eljött hozzám, hogy feloldjuk tudatának amnéziáját. Alany, képesek vagyunk arra, hogy tudjuk, mikor kell ezt tennünk. Már akkor készen álltam a változtatásra, amikor hallotta magáról. Klódész azért engedte meg ön által látnom a múltamat, mert ez a hasznomra válik. Dr. N. Ha nem így volna, az amnéziája továbbra is megmaradna. Alany, igen, az azt jelentené, hogy bizonyos dolgokat még nem szabad megtudnom. Szóköz, véleményem szerint mindig oka van annak, ha valaki képtelen hipnotikus állapotba kerülni. Vagy ha ebben a módosult tudatállapotban csak szakadozott emlékképeket tud a felszínre hozni, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek emlékei, csupán azt, hogy még nem kész arra, hogy azok fejöljenek. Sok klien sem érezte határozottan, hogy valami gátolja a fejlődését, és szerette volna megtudni, mi az a lélek tudat fölötti személyazonossága tartalmazza a emlékeink folyamát, a céljainkat is beleértve. Ha életeink során eljön a megfelelő idő, össze kell egyeztetnünk az ember anyagi igényeit a lélek itteni céljaival. Mindig a józan észre bízom, hogy olyan megközelítést találjunk, amely egy sorba rendezi a múlt és a jelen tapasztalatait. A választott testünkben élve örök tudatunk soha sem hagy magunkra, bármilyen helyzetbe is keveredünk. Elmélyült gondolkodás, meditáció vagy ima közben leszivárognak hozzánk arra vonatkozó emlékeink, hogy kik is vagyunk valójában. Az amnézia ködén át így apró, intuitív lépéseket megtéve megismerhetjük létünk értelmét miután az úgynevezett deszenzibilizálás módszerével kiiktattam halánték tájé fejfájásának a forrását, azzal fejeztem be az ülést, hogy megerősítettem a női mi voltát választó döntése helyességét, hiszen nem csupán a férfiak e bizonytalanítása céljából választotta erre az életére a női nemet. Arra biztattam, hogy kevésbé védje önmagát, s hogy ne viselkedjen annyira támadóan. Arról is beszélgettünk, hogy miként lehetne a munkájában új célokat kitűzni, hogy közelebb kerüljön a segítő tevékenységhez, és hogy milyen önkéntes, támogató jellegű feladatokat vállalhatna. Mára már odáig jutott, hogy életét nem a rosszul megválasztott nem identitás csőgének tekinti, hanem ragyogó tanulási lehetőségnek. Egy-egy eset lezárásakor mindig csodálattal adózom a lélek brutális őszinteségének. Megfigyeltem, hogy egy-egy produktív és gyümölcsöző élet után a lélek örömtő reppesve, lelkesen tér vissza a szellemvilágba, de ha a 13. esethez hasonlóan alanyai marról számolna be, hogy elpazarolták a lezárt életüket, különösen, ha azt öngyilkossággal fejezték be. A visszatérést meglehetősen levertem mesélik el. Úgy vettem észre, hogy ha az összegző helyzet felmérés az alanynak fájdalmas, annak mindig az az oka, hogy a lélekre túl hirtelen tör rá teljes múltjának ismerete. A fizikai halált követően, az emberi testtől megszabadulva, azonnal tengernyi információ árad a lélekbe. Ezért aztán a helyzet felméréskor az életünkben elkövetett ostobaságaink hirtelen törnek ránk. A szellem világ későbbi stációinál alanyaimnál már több elengedettséget és éles látást tapasztalok. A lelkek a szeretet és a bölcsesség bölcsőjében születnek, ezért, amikor a lélek egy olyan planétára érkezik, mint a Föld. És egyesül a primitív állapotból kifejlődött fizikai lénnyel, a megtapasztalt erőszak sok hatásként éri, az emberek nyers, negatív érzései, mint például a gyűlölet és adja kőkorszakban, a túlélésért folytatott harchoz kapcsolódó félelem és kínkövetkeztében fejlődtek ki. A pozitív és a negatív érzelmek kicserélődnek a lélek és a gazdatest között, mindkettő kölcsönös hasznára. Ha a lélek csak a szeretetet és a békét ismerné, nem fejlődhet neki benne a valódi tisztállátás, és sohasem értékelni igazán e pozitív érzéseket. A földre szálló lélek reinkarnációs vizsgája az, hogy tud-e az emberi testben lévő félelmen. Azáltal fejlődik, hogy sok-sok életen tartó álhatatos küzdelemben megpróbálja legyőzni a félelemhez kapcsolódó negatív érzéseket. Ennek során gyakran sebekkel és zúzódásokkal tér meg a szellemvilágba, amint azt a 13. esetben is láthattuk. Előfordulhat, hogy a negativitások egy része még a szellemvilágban is megmarad, és a következő életben, egy másik testben, újra jelentkezik. De megvan ennek az ellentétele is. A lélek valódi természete, a nyílt, őszinte öröm, néha teljes szépségében ragyog föl a boldog emberek arcán. A vezetőinkkel folytatott helyzet felmérő beszélgetések lehetővé teszik számunkra, hogy belekezdjünk életünk értékelésének hosszú folyamatába. Nem sokára egy másik találkozó következik, amelyen már több mesterfokú lény is részt vesz. Az előző fejezetben beszéltem az ősi egyiptomi tradícióról, miszerint a frissen elhunyt lelkeket az ítélet termébe viszik, hogy elszámoljanak elmúlt életükkel. A halál utáni kínos bírósági tárgyalás gondolata, így vagy úgy, sok kultúra vallási rendszerének a része, alkalmanként előfordul, hogy nagy balesetek után az erre hajlamos egyének testen kívüli élménye lidérces látomásokkal van tele, amelyben rémisztő kísértetek ragadják el őket az élet utáni sötétségbe, ahol démonikus bírók ítélkeznek felettük. Azt gyanítom, hogy ezekben az esetekben a pokol belénk súlykolt képe játszik döntő szerepet. A hipnózis nyugalmas. Elengedett állapotában, miközben az összes tudati szinten folyamatos a működés alanyaim arról számolna be, hogy vezetőik az első tájékozódó ülés során felkészítik őket arra, hogy megjelenjenek egy magasabb szinten álló lényekből álló testület előtt. Ám a folyamat leírására még senki sem használta a bíróság vagy a tárgyalás szavakat. Bár sokan bölcs lényekként, vezetőként, sőt olykor bírákként emlegetik őket, a legtöbben azonban mestereknek vagy az előjárók tanácsának nevezik őket. Ez az értékelő testület három hétfőből állhat, de mivel a lelkek csak akkor jelennek meg előttük, ha már megérkeztek az otthonukba, az itt történő dolgokról a következő fejezetben beszélek a lelkek értékelő megbeszéléseiben történjen az a vezetővel, a társakkal vagy a mesterek tanácsa előtt egy valami mindig azonos, a kapott visszajelzésben és a lezárt élet értékelésében választásunk eredeti céljai és az életben véghez vitt cselekedeteink egyenlő súlyjal esnek ladba. Szándékainkat olykor megkérdőjelezik és kritizálják, de sohasem ítélik el úgy, hogy az nekünk szenvedést okozon. Ez amint azt a negyedik fejezetben már kifejtettem nem jelenti, hogy a lelkeket fölmentik a szenvedést okozó cselekedeteik súlya alól, pusztán azért, mert megbánták azokat. A karmikus fizetséget a következő életben le kell róni. Mondják, hogy szellemi mestereink folyamatosan emlékeztetnek minket arra, hogy mivel az emberi agyban nincs beépített erkölcsi érzék, a lelki ismeret a lélek felelősége. Mindazonáltal a szellemi világot túláradó megbocsátás jellemzi. Ez a világ idő nélküli, ezért tanulási feladataink is azok, mindig van még egy esélyünk a fejlődésre. Amikor a vezetőnkkel való első találkozás véget ér, elhagyjuk a helyzet felmérés helyszínét. Ezt követően egy nagy, összehangolt tevékenységrendszerhez csatlakozunk, amelynek első lépése az érkező lelkek sokaságának fogadása egy központi helyen. 6. fejezet. Az átmenet. A megszerzett tapasztalatoktól függetlenül a szellemvilágban végül minden lélek egy központi kikötőbe érkezik meg, amit én itt most felvonulási térnek nevezek. Már említettem, hogy a halál utána spirituális érettség függvényében különbségek lehetnek a lelkek mozgásának sebességében. A tájékozódási szintet elhagyva azonban. Úgy látszik, senkinek sincs külön útja a szellemvilágban a nagy számú visszatérő lélek a leírások szerint valamiféle szellemi tömegközlekedést használ. A vezetők néha elkísérik a lelkeket erre a felvonulási térre, főleg a fiatalabbakat. Másokat inkább egy láthatatlan erőhoz ide, majd visz innen tovább. A rájuk váró entitások felé, amennyire ezt innen meg tudom ítélni, az, hogy a lelkek egyedül vagy a többiek társaságában érkeznek ide, a vezetőik döntésén múlik legtöbbször egyáltalán nincs oké a sietségre, de a lelkek azért nem időznek túl sokat utazásuk e szakaszán. Érzéseik az adott tudatállapotuktól függenek, ami minden élet után más és más lehet. A lelkek összegyűjtése és áthelyezése valójában két fázisban történik. A felvonulási tér nem táborhely. A lelkek beérkeznek, csoportokba gyűnek, majd elindítják őket a nekik megfelelő végcél felé amikor erről a csomópontról hallok, mindig azt látom magam előtt. Hogy számtalan utas társaságában sétálok a városi repülőtér központi termináján keresztül, és a gépek minnyájunkat el tudnak szállítani, bármely úti cél felé. Az egyik alanyomat a felvonulási tér egy hatalmas szekérkerék agyra emlékeztette, amelybe középen érkezünk meg, és a küllők irányában kifelé haladva foglaljuk el aztán kijelölt helyünket. Alanyaim azt mondják, hogy nagy számú ismeretlen lélek mozog a kerék ki és be, és ez a helyváltoztatás hatékonyan, tumultusok nélkül zajlik. Egy másik kliens sem Angelesi autópálya, dugók nélkül leírással jellemezte ezt a helyet. Lehet, hogy több hasonló kerékagy is létezik a szellemvilágban, autópálya szerű és felhajtókkal. De alanyai mind úgy gondolják, hogy az általuk használt út az egyetlen, amelyen át ez a központi hely megközelíthető és elhagyható. A megérkezésekor tapasztalt, ködös, rétegzett szellemvilágkép a felvonulási térre érkezve már jelentősen megváltozik. A beszámolók alapján úgy fest, hogy a lélek egy párás, galaktikus felhő enyhén éves karjain át egy sokkal egységesebb égi mezőre érkezik. Gyakran hallgatom élvezettel a, a lanyaim izgatottságtól fűtött hangját, ahogy lekeik a felvonulási tér nyitott arénájában lebegnek, és arra várnak, hogy eljussanak a kijelölt célpontjukhoz. Lenyűgözi őket az előttük megnyíló öröké való világtágassága, és hiszik, hogy valahol e határokon belül található a teremtés magja. Ahogy föltekintenek a nyitott égboltozatra, alanyaim azt mondják, hogy a szellemvilág fényessége változó. Senki sem beszélt még tinta sötét feketeségről, amely a világ űrt jellemzi. A lelkek gyülekezete, amelyet klienseim az amfiteátrum előterében láttak. száz felé mozgó, milliárdnyi, apró csillag fénynek tűnik. Egyesek gyorsan haladnak, mások csak sodródnak. A távolabb fekvő energiakoncentrátumokat párás fájtlak szigeteiként írják le. Mondják, hogy a szellemvilág legjellemzőbb vonása, hogy abban folyamatosan egy hatalmas mentális erőt lehet érzékelni, amely minden ponton rendkívüli harmóniát teremt. A beszámolók alapján ez a hely a tiszta gondolaté. A gondolatnak sokféle formája lehet. Ennél a pontnál kezdik a visszatérő lelkek észrevenni. Hogy sokan várják őket. Lehet, hogy a társaság egy része már az átjárónál is ott volt, de a többséggel csak itt találkoznak. A mozgásban lévő lelkekre különösen igaz, hogy ha akarnak, bárkivel találkozhatnak. Ehhez csupán a kívánt entitásra kell gondolniuk. A meghívott egyén ilyenkor pillanatok alatt megjelenik az utazó lélek gondolatában. A szellemi entitások energiájával történő, telepatikus kommunikáció nem vizuális találkozásokat tesz lehetővé, de két energiaforma közvetlenebb kapcsolatba is léphet egymással, ha egymáshoz közel vannak. Valamennyi alanyom ugyanazt mondta el a szellemi utazás mikéntjéről, az útirányokról és az úti célokról, de útjukon mást és mást láttak. Sok feljegyzést böngésztem át, hogy olyan esetet találjak, ami érzékletesen, egy úttal jellemzően mutatja be a végső úti cél felé vezető utat. Olyan beszámolót kerestem, amely akár sok emberi is lehetett volna. Végül egy intelligens, 41 éves grafikus beszámolóját választottam, akinek érett lelke már sokszor megtette ezt az utat. 14. Eset, doktor N. Most már készen állami arra, hogy megtegye a hazavezető út végső szakaszát, hogy megérkezen oda, ahová a lelket tartozik, mire háromig számolok, tisztán fogja látni maga a végső szakasz minden részletét, könnyű lesz elmesélnie. Amit lát, mert már ismeri az utat. Készen állami? Alany, igen. Doktor N., a hangomat megemelem az utasításhoz. Egy most elindulunk. Kettő amper lelke már elhagyta a tájékozódás szintjét. Három mondja ki gyorsan, mik az első benyomásai. Alany, a távolság. Határtalan. Végtelenül, örökkévaló. Doktor N., tehát azt mondja, hogy a szellemvilág végtelen. Alany, hosszú szünet után hogy őszinte legyek, onnan, ahonnan én nézem, végtelennek tűnik. De ahogy elkezdek mozogni, minden megváltozik. Doktor N. Hogyan változik? Alany, nos, minden marad. Formátlanul. De amikor egy kicsit, gyorsabban kezdek siklani, látom, hogy egy gigantikus leves estál belsejében vagyok, amit a feje tetejére fordítottak. Nem tudom, hogy hol a tál pereme, sőt abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán van pereme. Dr. N. Tehát mozgás közben gömbszerűnek érzékeli a szellemvilágot. Alany, igen, de ez csak valamilyen zárt egyöntetőség érzése, amikor gyorsan haladok. Dr. N. Miért érzi mégis gyors mozgás nagy sebesség esetén úgy, hogy egy leveses tában van? Alany, hosszú szünet után. Hát ez furcsa. Bár minden egyenesnek tűnik, ahogy a lelkem sodródik, de ez megváltozik, és íveltnek kereknek érzek mindent, ahogy gyorsan haladok a vezető vonal mentén. Dr. N. Mit ért azon, hogy vezető vonal? Alany, hogy egy bizonyos irányba megyek? Dr. N. Egy adott vonal mentén való nagy sebességű utazás hogyan változtatja meg a szellemi világról való érzékelését? Mitől érzi úgy, hogy az gömbölyű? Alany, mert a sebességgel az egyenesek megörbülnek, az irányuk meghatározottabbá válik, és már nem olyan szabad a mozgásom. Megjegyzés, néhány alanyom szintén hajlott a vonalas leírás felé, de ők úgy beszéltek erről, hogy egy bizonyos irányba mutató erővonal mentén utaztak, amely egy térbeli rács szerkezet része volt. Az egyikük vibrációs húroknak nevezte ezeket a vonalakat. Dr. N. a kisebb szabadságon kisebb mértékű irányíthatóságot ért. Alany, igen, Dr. N. Egy tudná mondani pontosabban, hogy a mozog a lelke e görbült vezető vonalak mentén. A lany egyszerűen csak célra törőbb, vagyis a lelkem egy, a vonalon lévő, meghatározott hely felé irányul. Olyan, mintha egy áramlatban lennék, csak ez nem olyan sűrű, mint a víz, még a levegőnél is ritkább. Dr. N. így ebben a szellemi atmoszférában nem érzi a víz sűrűségét. Alany, nem, de épp azt próbálom elmondani, hogy úgy sodródok itt, mintha egy víz alatti áramlás vinne. Doktor N, ezt miből gondolja? Alany, mert olyan érzés, mintha egy gyors áramlattal úsznánk, vagyis az vinne bennünket, amelyet mi nem tudunk irányítani. Valaki irányítja, Fölle le a térben, egymástól el és vissza, semmi szilárd dolog nincs körülöttünk. Doktor N, lát más lelkeket is ön alatt és fölött. Akik egy adott cél felé utaznak. Alany, igen, olyan ez, mintha visszatérő lelkek csermelyként indulnának, ami aztán végül egy hatalmas folyamádagad. Doktor N., a visszatérő lelkek száma melyik részen tűnik a legmagasabbnak? Alany, ahol a folyó beletorkoliga. Ezt nem tudom elmondani. Doktor N., kérem, próbálja meg. Alany, szünet után, ahol összegyűltünk. Az egy tenger. Mindebben kavargunk, lassú mozgással, majd úgy érzem, hogy valami elvisz egy kisebb mellékfolyóba, ahol most csendesebb lett minden. Távolabb vagyok a számtalan elme számtalan gondolatától, már csak ismerősök vesznek körül. Doktor N. Ez a folyóban és áramlatokban történő utazás hasonlít ahhoz, amikor később, már a szokásos módon utazik a lelke. Alany, nem, egyáltalán nem, ez teljesen más. Olyanok vagyunk, mint a lazacok évás idején. Hazatérünk, ha egyszer elértük az otthonunkat, onnan már semmi sem taszít tovább, akkor lebeghetünk, Dr. N. kiadja ezt a nyomóerőt a hazatérés alatt. Alany, magasabb entitások, azok, akiknek arról kell gondoskodniuk, hogy mi hazaérjünk, Dr. N. olyan lények, mint amilyen a vezetője. Alany, azt hiszem még magasabb szinten állók, Dr. N. És mit érez még ebben a pillanatban? Alany, olyan mély békeérzést, hogy soha sem akarok innen elmenni. Doktor N, talán valami mást is. Alany, ó, hát van még néhány intuitív gondolatom, előérzettem is. Ahogy tovább sodródunk az energiaáramban, Doktor N, rendben, most szeretném, ha tovább menne az energiaárammal, közelítene ahhoz a helyhez, ahová mennie kell. Nézzen jól körül, és mondja el, mit lát. Alany, különféle fényeket látok. Foltokban. Páholyok választják el őket egymástól. Doktor N. A páholyokon elkerített területek sorozatát érti. Alany, HMM. Ez inkább egy hosszú folyosó, ami helyenként kidodorodik, tőlem kiindulva messze kinyúlik a térben. Doktor N. És a fények. Alany, emberek a kiálló páholyokban lévő emberek lelkeiből jön a fény. Ez az, amit látok fényfoltokat felbukkanni magam körül. Dr. N. Ezek az emberekből álló fürtök struktúrálisan elválnak egymástól a folyosó mentén lévő kidudorodásokban. Alany, nem, itt nincsenek falak. Semmi szerkezet, nincsenek sarkok és egyenesek. Nagyon nehéz ezt pontosan elmagyarázni. Dr. N. Nagyon jól csinálja. Most szeretném ha elmonda rá, mi választja el a fényfürtöket egymástól ebben a folyosóban, amiről az előbb beszélt, Alany, az embereket, vékony, lehelett finomságú, fényszálak, választják el, a fény tejszerű. ahogy elmegyek mellettük, így zóragyogás sugárzik belőlük. Doktor N. Hogyan lehet látni a fürtökben az egyes lelkeket? Alany, fénypontokként, pontok tömegét látom függeni mint világító szőlő fürtöket. Dr. N. Ezek a fürtök különféle lélekenergiák csoportjait jelentik, amelyeket térválaszt el egymástól. Alany, igen, kis csoportokat alkotnak, az én csoportom felé haladok. Dr. N. Mit érez velük kapcsolatban, ahogy az ön csoportja felé tart? Alany, érzem, hogy kinyúlnak felém a gondolataik, olyan sokfélék, de valahogy együtt vannak, harmóniában, de megáll. Doktor N. Folytassa. Alany, nem tudom, hogy most kik mellett megyek el, na, mindegy. Dr. N. Oké, okay. most menjünk távol a a fürtöktől, amelyek egy folyosó falából türemkednek ki. Próbálja megvilágítani, hogy hogyan is néz ki az egész távolabbról. Alany, nevet, mint egy hosszú, ízú hernyó, amelynek az oldalaki és betüremkedik, s a mozgása ritmikus. Dr. N. Úgy érti, a folyosó maga is mozog. Alany, igen, egy része. Libeg, mint egy szalag a szélben, ahogy távolodom tőle. Doktor N., folytassa a lebegést, és mondja el, mi történik ezután. Alany, egy másik folyosó mellett vagyok, lenassítok. Dr. N., miért? Alany, növekvő izgalommal. Mert, ó, Istenem, a felé a hely felé közeledek, ahol a barátaim laknak. Dr. N., hogy érzi magát ebben a pillanatban? Alany, fantasztikusan. A gondolatok ismerős vonó ereje. Elér hozzám, elkapom a felém küldött papír sárkány farkát. Csatlakozom hozzájuk gondolatban, és itthon vagyok. Dr. N., a barátainak el csoportja el van ezárva többi folyosón élő lelkek csoportjaitól. Alany, senki sincs elzárva senkitől, bár a fiatalabbak esetleg azt hihetik. Én már hosszú időt töltöttem el itt és rengeteg az ismerősöm, hangjában visszafogott büszkeség érződik. Dr. N. Tehát a többi folyosóval is kapcsolatot érez, még akkor is, ha a benne lévő lelkekkel esetleg nem is találkozott a múltban. Alany, igen, hisz sok kapcsolatom van. Itt mindenütt egy honol. Dr. N. Ahogy most lélekként körbejár, mi a ötlőbb különbség a lelkek itteni, illetve földi interakciói között? Alany, itt senki sem idegen. Teljesen hiányzik a gyűlöletérzése. Doktor N. úgy érti, hogy minden lélek barátságos minden lélekkel, függetlenül attól, hogy milyen felállásban és kapcsolatokban éltek. Alany, így van, sőt, több ez, mint barátságosság. Doktor N. miben több? Alany, teljes a nyíltság és az elfogadás. Az egységünket érezzük, egyek vagyunk. Doktor N. akkor igen nehéz lehet a lelkeknek a földi élet. Alany, nehéz, különösen a fiataloknak, mert ők azt gondolják, hogy majd ott is méltányosan bánnak velük. Erős sokat jelent, ahogy a vártnak épp az ellenkezőjét tapasztalják. Akadnak olyanok, akiknek több élet is kell ahhoz, hogy megszokják a földi testet. Dr. N. Az emberi gondolkodás bazárva kevésbé hatékonyak ezek a lelkek, ahogy a földi körülmények között küzdenek. Alany, igen, mert az agy rengeteg erőszakot és félelmet hoz a lelkünkbe. Ez nehéz dolog, ám azért megyünk újra és újra a földre, hogy legyőzzük a nehézségeket. Dr. N. Mi a véleménye? Törékenyebbek a fiatalabb lelkek. Több támogatásra szorulnak, ahogy visszatérnek a fürtjükhöz. Alany, ez pontosan így igaz, minnyáján haza akarunk jönni. Abba hagyhatnám egy kicsit a beszédet, hogy üdvözöljem a barátaimat. Már szóltam arról, hogy a különböző kliensek meglehetősen hasonló kifejezéseket használnak a szellemi jelenségek leírására. A 14. eset kiség gazdagította ezt a szótárat, ami az egyik embernek izzó hernyó, helyenként kidudorodásokkal, az a másiknak léggömbök, lebegő farokkal, amit az egyik ember hatalmas. Áttetsző villanykörték csomójaként ír le. Azt a másik átlátszó buborékok óriási kötegeinek nevezi. Az irányított áramlás leírására rendszeresen hallok vízzel kapcsolatos kifejezéseket, mint például patak, áramlat, folyó, míg az éggel kapcsolatos szabak például a felhő, a sodródás, a szabad mozgás élményére vonatkoznak. A vizuális jelenségek leírására a lelkek körében különösen népszerűek az energiatömeg és a fürt szavak. Bizonyos mértékben én magam is alkalmazkodtam ehhez a spirituális nyelvezethez. A visszatérő lélek utolsó megállójánál az ismerős entitások üdvözlő csoportja a lélek fejlettségi szintjétől és más olyan tényezőtől függően, amelyekről később szólok, változó létszámú. A tizennegyedik, eset után a következő kevésbé fejlett lélek példája a szellemvilág sokkal szigetszerűbb érzékelését mutatja. A 15. esetben a felvonulási tértől a lélek otthonáig vezető út meglehetősen gyorsan zajlott le kliensem fejében. Ez az eset azért érdekes, mert érzékletesen mutatja be a lélek végső helyével kapcsolatos tulajdonosi érzéseket, és kifejezi a rendszer irányítói iránt érzett tiszteletet is. Nő alanyom lelkét némileg földulták a látottak és kisebb tapasztalatánál fogva nagyobb szüksége volt az átlátható szabályszerűségekre is. Dr. N. Szeretnék most arról a helyről beszélni önnel, ahol rendes körülmények között a szellemvilágban tartózkodik. A lelke most a vég célja felé tart. Mondja el kérem, mit lát és érez. Alany, idegesen. Megyek. Kifelé, valahogyan. Dr. N. Kifelé. Alany, zavartan. Valami. Láncféle mentén. Lebegek. Úgy érzem, áthullámzok, valami ködös labirintuson. Egy sor, egymáshoz kapcsolódó láncszem mentén, aztán, megnyílik. Ó, oh, doktor N., mi történt? Alany, álmélkodással, egy nagy A arénába értem, rengetegen vannak, össze-vissza cikáznak körülöttem. Alanyom egyre kényelmetlenebbül érzi magát. Doktor N., lazítson, most a felvonulási térre érkezett meg még mindig látja a vezetőjét. Alany, bizonytalanul, igen, nem messze, különben elvesznék itt, minden olyan hatalmas. Doktor N, kezemet a homlokára téve, lazítson továbbra is, és emlékezen, hogy már járt erre bár lehet, hogy most minden újnak tűnik itt. Most mit csinál? Alany, tovább visz valami, gyorsan, egyenesen, mások is haladnak előttem, aztán egy, üres térben vagyok, nyitott. Dr. N., ez az üresség azt jelenti, hogy maga körül minden fekete. Alany, semmi sem feketeit, a fény, a sebességem miatt sötetebbek az árnyékok. Amikor lelassulok, minden fényesebb lesz. Mások is megerősítették ezt a megfigyelést. Dr. N., menjen tovább, és írja le, mit lát. Alany, egy idő után, emberek fészkeit látom. Dr. N., úgy érti, hogy emberek csoportjait. Alany, igen mint egy kaptár, mozgó fények kötegeinek látom őket, tűzi játéknak. Dr. N. Jól van, most menjen tovább, és mondja el, mit érez. Alany, melegséget, barátságot, empátiát, mint egy álom, HMM. doktor N. Mi történt? Alany, lelassultam, és a dolgok most mások. Doktor N. Hogyan mások? Alany, pontosabbak, határozottabbak. Ismerem ezt a helyet. Dr. N. Elérte már a saját kaptárját, fürtjét, alany, hosszú szünet után. Azt hiszem, még nem, doktor N, csak figyeljen magára, és pontosan jelentse, hogy mit lát és érez. Az alany reszketni kezd, alany, az alany reszketni kezd, embercsoportok vannak itt, együtt, nem túl messze, de ott. Doktor N, mit lát? Alany, félelemmel a hangjában. Ismerősök, néhányan a családomból nem messze tőlem, de, szorongással, képtelen vagyok elérni őket. Doktor N., miért? Alany, könnyes zavarodottsággal. Nem tudom, Istenem, hát nem tudják, hogy itt vagyok. Alanyom küzdeni kezd, a fotelban ülve karját nyitott tenyérrel a rendelőm fala felé nyújtja, nem érem el az apámat. Megjegyzés, egy rövid időre abba hagyom a kérdezést. Kliensem apja nagyon fontos szerepet játszott az előző életében, ezért alanyom további nyugtatgatásra szorul. Úgy döntöttem, hogy a védő pajzsot is megerősítem körülötte, mielőtt folytatnánk. Dr. N., mit gondol, miért tartózkodik az apja olyan messze, hogy ne érhesse el? Alany, a hosszú szünet alatt alkalmam nyílik arra, hogy letöröljem kliensem arcáról a könnyeket és az izzadságot. Nem tudom. Dr. N., kezemet az alany homlokára helyezem, majd utasítást adok neki lépjen kapcsolatba az apjával most. Alany, némi szünet után, elernyedve. Már rendben van. Azt mondja, legyek türelmes, hamarosan mindent megértek, szeretnék átmenni hozzá, hogy a közelében lehessek. Dr. N. És ő mit mond erről. Alany, szomorúan, azt mondja, hogy mindig a gondolataimban lesz, amikor csak szükségem van rá, és hogy majd megtanulom, hogyan kell ezt. Vagyis a telepatikus kapcsolat felvételt. Jobban csinálni, de neki ott kell maradnia, ahol van. Doktor N., mit gondol, mi a legfőbb oka annak, hogy az apja egy másik helyen marad? Alany, könnyek között. Nem tartozik az én kaptáromhoz. Doktor N., és még. Alany, az irányítók. Nem, újra sírni kezd. Nem vagyok benne biztos. Szó köz, megjegyzés. Általában kerülöm a beavatkozást, amikor alanyaim a szellemi utazásukról beszélnek. Ebben az esetben azonban kliensem meglehetősen tájékozatlan és zavarodott, ezért egy kis segítséget ajánlok föl neki. Dr. N. Próbáljuk meg kielemezni, miért nem mehet oda az apjához ebben a pillanatban. Lehetséges, hogy ez a távolságtartás annak az eredménye, hogy a magasabb szintű entitások úgy gondolják, hogy ez most az egyéni mérlegelés ideje, ezért most csak a saját fejlettségi szintjén lévő lelkekkel kell találkoznia. Alany, kissé összeszedve magát. Igen, ez az üzenet jön át. Magamnak kell megoldanom a dolgaimat. Az olyanokkal együtt, amilyen én vagyok. Az irányítók biztatnak minket, és az apám is segít, hogy megértsem ezt. Dr. N., elégedett ezzel az eljárással. Alany, igen, Dr. N., rendben van kérem, folytassa az útját attól a pillanattól, amikor a közelben néhány családtagját látja. Mi történik ezután? Alany, hát, most tovább lassulok, fokozatosan. Azon a pályán mozgok, amin elindultam. Elmegyek néhány csoport, emberfürt, mellett. Azután megállok. Megjegyzés, a megérkezés végső fázisa rendkívül fontos a fiatalabb lelkek számára. Egyik kliensem a fölébredés után elmondta hogy úgy érezte, mintha alkonyatkor, egy hosszú út után érkezne haza, ahogy megérkezett a városba, behajtotta a megfelelő utcába, a szomszédok ablaka még világos volt, ahogy elhaladt előttük, látta bent az embereket, mielőtt a saját otthonához ért volna. Bár módosult tudatállapotban az emberek a szellemi otthonuk leírására olyan szavakat is használnak, mint fürt vagy kaptár, ez a megfogalmazás sokkal egyénibé válik, ahogy közelebb érnek és becsatlakoznak a fürdbe, ilyenkor alanyaim szellemi környezete városként, iskolaként vagy más, olyan földi élettérként jelenik meg, ahol valaha boldogságban és biztonságban éltek. Szóköz, dr. N. Most, hogy már megállapodott. Mik az első benyomásai, alany, nagyanyúzsgés, óriási a létszám. Néhányukat ismerem, néhányukat nem. Dr. N. Közelebb mehetnénk hozzájuk. Alany, méltatlankodva, emet hangon. Nem érti, nem megyek oda át. Ujjával a rendelőm falára mutat. Doktor N., mi a baj? Alany, nem szabad, nem lehet csak úgy bárhova oda menni. Doktor N., de hát nem érte már el a vég célját. Alany, az mindegy. Nem megyek át, olta. Ujjával megint a mentális képre mutat. Doktor N., összefügg ez valahogy azzal a gondolati üzenettel, amit az apja küldött. Alany, igen, doktor N, azt mondja ezzel, hogy a lélek energiája nem tud önszántából bárhová elmenni, például nem tudja elhagyni a csoportját. Alany, kifelé mutat, sok ok, ott nem tartoznak az én csoportomhoz. Doktor N, határozza meg, mit ért azon, hogy ők ott. Alany, nagyon komoly hangon, azok a közelben a többiek, azaz ő helyük. Lefelé mutat a padlóra, ez pedig a mi helyünk, mi vagyunk. Bólint hogy megerősítse az állítását. Doktor N., és kik ők? A hát a többiek. Természetesen olyan emberek, akik nem tartoznak a csoportomba. Ideges, kitörő nevetés után. Ó, nézze, az én embereim! Csodálatos újra látni őket! Felém jönnek. Doktor N., úgy teszek, mintha első alkalommal hallanám ezt az információt, hogy elősegítsem a spontán válaszokat, valóban ez nagyszerű. Ezek ugyanazok az emberek, akik az elmúlt életében is szerepet játszottak. Alany, nem csak az elmúlt életemben ezt nyugodtan állíthatom. Büszkeséggel, ezek az én embereim. Dr. N., ezek az emberek olyan entitások, akik az öncsoportjának a tagjai. Alany, hát persze, már olyan régóta velük vagyok, jó érzés újra látni őket. Dr. N., alanyom nagyon boldog, adok neki néhány percet, hogy élveze ezt a jelenetet. Elég nagy változást látok az érzéseiben, pedig csak nemrég érkezett ide. Nézzen egy kicsit távolabbra, és keressen másokat is ebben a térben, hogy néz ki a hely, ahol ők élnek. A lany, szorongással, nem akarom tudni, az az ő dolguk, nem látja, nem kötődöm hozzájuk. Nagyon is el vagyok foglalva azokkal az emberekkel, akikkel itt kell lennem, azokkal, akiket ismerek és szeretek. Doktor N., ezt értem, de néhány perccel ezelőtt még meglehetősen lehangolt volt amiatt, hogy nem mehetett oda az apjához. Alany, most már tudom, hogy neki megvan a saját gyülekezőhelye, ahol az ő emberei vannak. Doktor N., és miért nem tudta ezt már akkor, amikor ide érkezett? Alany, nem is tudom. Be kell vallanom. Elég nagy sok volt ez elsőre. Most már emlékszem, hogy mennek itt a dolgok. Lassan visszajön minden emlék. Dr. N. Mielőtt az apját meglátta volna, miért nem kísérte önt a vezetője, hogy mindent elmagyarázzon. A lány, hosszú szünet után. Nem tudom. Dr. N. Az apján kívül valószínűleg más olyan emberek is akadnak ezekben a csoportokban, akiket ismert és szeretett. Azt mondja, hogy nincs semmi kapcsolata velük, és hogy most épp a megfelelő helyen tartózkodik a szellemvilágban. Alany, az alanyom mérges rám. Nem, kapcsolatban vagyok velük gondolatban. Miért olyan bonyolult ez? Egyszerűen itt kell maradnom. Doktor N, tovább ösztökélem a kliensemet, hogy további információkat kapjak. És nem is ugrik be rövid látogatásra azokhoz a csoportokhoz. Alany, nem, az nem lehet. Nem lehet csak úgy oda menni az ő csoportjaikhoz, és beavatkozni az ő energiájukba. Doktor N. A gondolati kapcsolat nem jelenti az energiáikba történő beavatkozást. Alany, ha megfelelő időben történik, akkor nem. Amikor ráérnek erre, doktor N. azt mondja tehát, hogy mindenkinek megvan a maga csoportja egy bizonyos helyen, és senki sem kószálhat el, nem mehet látogatóba, és mentális kapcsolatot is csak a megfelelő időben létesíthet. Alany, kísér higadva. Igen, mindenki a saját helyén tartózkodik, és feladatokat hajt végre. Inkább az irányítók mennek ide -ota. Dr. N. Köszönöm, hogy érthetővé tette számomra a helyzetet. Tehát ön és a barátai nagyon vigyáznak arra, hogy ne avatkozanak bele a távolabbi csoportok dolgába. Alany, így igaz, nálunk legalábbis ez a szokás. Dr. N. És nem érzi úgy, hogy ez a szabály korlátozza önt. Alany, ó, nem. Hatalmas itt a tér, és amíg betartom a szabályokat, nagyon szabadnak érzem magam. Doktor N., és ha nem tartja be, akkor mi történik? Ki dönti el, hogy melyek a megfelelő helyek a különböző lélekcsoportok számára? Alany, a tanárok segítenek, különben elvesznénk itt. Doktor N., nekem eléggé elveszettnek tűnt akkor is, amikor ide megérkezett. Alany, bizonytalanul, mert nem kapcsolódtam rá. Gondolatilag még nem hangolódtam rá, összekavarodtam. Nem hiszem, hogy világosan érti, milyen hatalmas itt a tér. Doktor N., nézen körül, és figyelje meg a már elfoglalt helyeket. Nem zsúfolt a szellemvilág. Alany, nevet. Néha el lehet veszni benne, de csak a saját hibánkból. Hatalmas hely. A mérete miatt aztán soha sem zsúfolt. Az utóbbi két eset két különböző reakcióformát demonstrál, ahogy egy fejlettebb, illetve egy kezdő lélek idézi fel a szellemvilágba visszavezető útja legvégső fázisát. Minden utas a saját módján értelmezi a felvonulási tértől a végállomásig terjedő látványos utat. Akadnak olyanok is, akik annyira rövid idő alatt érnek a szellemi átjárótól a fürtig, hogy a megérkezés után még némi időre van szükségük ahhoz, hogy hozzászokjanak a helyzethez, amikor a hazatérés és a végső elhelyezkedés közötti út emlékeit fölidézik, alanyai megye része aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egy-egy fontos személy nem jelent meg fény formájában, és nem is kommunikált velük telepatikus úton. Ezek a személyek gyakran az éppen befejezett életben szereplő házastársak vagy szülők, az átmeneti időszak végére azonban általában kiderül ennek az oka, gyakori, hogy mindez a megtestesüléssel függ össze. Már láttuk, hogy egy átlagos lélek mennyire örül a visszatérésekor, ismerős lények fényesen hullámzó tömeg köré, alkalmanként zenei hangok, sajátos akkordok irányítják a hazatérő utazót, ahogy az egyik alany megjegyezte, ahogy közelítek a helyemhez, egyre több hang zengi a hosszan kitartott T hangot. Ezzel jelzik, hogy fölismertek. Látom őket, ahogy minnyáján gyorsan rezgő, meleg, fényes energiát bocsátanak ki, és már tudom, hogy ők a mellettem megjelenő test nélküli lények. Mindez azt jelenti, hogy azok a lelkek, akik ebben a pillanatban egy vagy több testben ének, nemigen vesznek aktívan részt a hazatérők üdvözlésében. Ahogy egy másik alany kifejtette, olyan ez, mintha bekapcsolta a automata pilóta mellett aludnának. Mindig tudhatjuk, hogy ki van kint él éppen testben és ki van bent, az előbbiek alacsony frekvenciájú energia mintázattal, halvány fénycsugároznak, és láthatóan nem kommunikálnak túl sokat. Ennek ellenére a maguk csendes módján ők is képesek üdvözölni a csoportba hazatérő lelkeket. A különféle csoportok között tapasztalt határok, amelyekről a 15. Esetalanya is beszámolt a lélekkorától függően különböző fajtájúak és erősségűek lehetnek. Az átjárhatóságról és a mobilitásról egy másik kliens sem az éppen hallottól eltérően számol majd be a következő eset ismertetésben. Az átlagos lelkek akiknek bőségesen akad alapvető tennivalójuk úgy írják le a csoportok közötti elhatárolódást, mintha egy iskola épületen belül különböző osztálytermekben lennének olyan kliensem is akadt, aki úgy érezte, hogy csoportjuk teljesen be van zárva az osztálytermükbe. A tanárok, vezetők, által irányított szellemi iskola analógiáját olyan gyakran használják a hipnózisban lévő emberek, hogy én is rászoktam erre a terminológiára. Amint azt már korábban említettem, miután a lelkek visszaérkeznek lélekcsoportjukba, meg kell jelenniük a bölcsek tanácsa előtt. Bár ez a tanács nem várhatóság, a testület alaposan megvizsgálja a lélek cserekedeteit, mielőtt visszaengedné őt a csoportjába. Nem túl szokatlan jelenség, hogy a alanyaim csak kisebb-nagyobb nehézségek árán tudnak képet adni arról, hogy mi is történik ezeken a meghallgatásokon. A magam részéről biztos vagyok benne, hogy ez a gátlás nem véletlen. Íme, egy beszámoló az egyik esett tanulmányból, miután találkoztam a barátaimmal a vezetőm, Veronika, az alany fiatalabb tanára, egy másik helyre visz, hogy megjelenjek a bölcsek számomra kijelölt testülete előtt. Veronika mellettem állami, mint egy tolmács, hogy elmagyarázza, amit nem értek, és hogy segítsen az elmúlt életem cselekedeteinek értelmezésében. Időnként a nevemben beszél, mintha a védő ügyvédem lenne, bár kvazei, alanyom idősebb vezetője, aki Veronika előtt érkezett a legbefolyásosabb személy a tanácsban. Mindig ugyanaz a hat bölcs áll, ami előttem, hosszú, fehér ruhában, az arcuk kedves, és az épp most leélt életemről alkotott képet értékelik. Elmondják, hogy hogyan tudtam volna jobban kihasználni a tehetségemet, és mi vált igazán a hasznomra. Bármikor szabadon beszélhetek a vágyaimról és a kudarcaimról. Mindegyik bölcs ismerős, különösen az a kettő, aki a legtöbb kérdést intézi hozzám, ők fiatalabbnak is tűnnek, mint a többiek. Azt hiszem, a nemük szerint is különbséget tudok köztük tenni. Mindegyik a maga sajátos módján kérdez, de mindannyian egyenesek és őszinték, és mindig korrektül bának velem. Semmit sem rejthetek el előlük, de néha elveszítem a fonalat. Ahogy a gondolatok nagy sebességgel áramlanak közöttük, ha már végképp nem tudom, Hányadán is állunk, Veronika fordítja, amit rólam mondanak, bár úgy sejtem, hogy nem mond el mindent. Még egyszer akarnak majd látni, mielőtt visszatérnék a földre. A lelkek, amikor a csoportban csatlakoznak ismerős társaikhoz, úgy érzik, hazaérkeztek, egyes társaikkal való kapcsolatuk formájában és tartalmában is erősen emlékeztet a pedagógiai célzattal létrehozott nevelési csoportok működésére. Az adott csoporthoz való csatlakozás feltétel rendszere a tudáson és a fejlettségi szinten alapszik, mint minden osztályban. Itt is találhatók olyan diákok, akik szorosabban kapcsolódnak a tanáraikhoz, és olyanok is, akik kevésbé a következő fejezet a lelkek csoporton belüli kiválasztódását tárgyalja, valamint azt, hogy a lelkek miként látják magukat a számukra kijelölt spirituális helyszínek. Negyedik fejezet a félresiklott lélek, akadnak lelkek, akik oly mértékben sérültek, hogy őket leválasztják a spirituális hazájukba szokásos módon visszatérők útvonaláról. A visszatérő entitások számához viszonyítva, ezen abnormális lelkek száma kevés, ám azok az események, amelyek velük történtek a Földön, mégis fontosak lehetnek számunkra, mert komoly hatást gyakorolhatnak más, inkarnálódott lelkekre. A félresiklott lelkeknek két fajtáját különböztethetjük meg. Az első csoportba azok tartoznak, akik nem fogadják el fizikai haláluk tényét, és szorongás és aggodalom miatt küzdenek a hazatérés ellen. A második csoportot a bűncselekményekkel kapcsolatba került emberek alkotják. A bűnpártolókat is beleértve, az első esetben az eltévetlélek lélek saját döntéséről beszélhetünk. A másodikban a szellemi vezetők tartják távol elelkeket meghatározatlan ideig a többi entitással való találkozástól. Elelkek vezetői két esetben közvetlenül részt vesznek a rehabilitációban, de mivel az eltévedt lelkek e két csoportjának a körülményei nagyon eltérőek, külön tárgyalom őket. Az első típus tagjait kísérteteknek hívjuk. Ezek a lelkek nem mennek haza a testi halál után. És gyakran kellemetlen hatással vannak azokra az emberekre, akik békében szeretnék leélni a földi életüket. Ezeket az eltévedt lelkeket hibásan néha démoni szellemeknek is nevezik. Mert azzal vádolják őket, hogy rontó szándékkal megszállják az emberek elméjét. A negatív lelkek témájában a parapszichológusok már széles körű kutatásokat folytattak. Sajnálatos módon a spiritualitás e területe azokat a gátlástalan, Okkultista elemeket is magához vonzotta, akik az erre fogékony emberek hiszékenységére építenek. A megzavarodott lélek olyan éretlen entitás, akinek az utolsó életéből befejezetlen ügyei maradtak a földön. Lehet, hogy semmi köze sincs azokhoz az élő emberekhez, akiket megzavar. Az viszont igaz, hogy bizonyos emberek kényelmes és kézenfekvő csatornái e negatív szellemeknek, akik szeretik érvényre juttatni veszekedős természetüket. Vagyis, ha valaki mély, meditatív tudatállapotban van, esetenként zavaró mintázatú jeleket foghat, amelyeket testnélküli lényektől erednek. Az üzenet tartalma frivol, frivol néha, szeméremsértő, tiszteletlen, vagy akár provokatív is lehet. Ezek a nyugtalan entitások nem szellemi vezetők, a valódi vezetők gyógyítók, és nem hatolnak be erőszakar senki tudatába különféle kellemetlenkedő üzenetekkel. Az esetek többségében ezek az üzött lelkek egy adott földrajzi helyhez kötődnek. A kísértet jelenségre specializálódott kutatók azt állítják, hogy e megzavarodott entitások a föld legalsó asztrális síkjai és a szellemvilág között lévő senki földjébe ragadtak. Saját kutatásaimra támaszkodva én nem hiszem, hogy ezek a lelkek eltévedtek volna a térben. És azt sem, hogy démonikusak lennének. Azt gondolom, hogy haláluk után önszántukból maradnak egy ideig a földi síkon, mert valamivel nagyon elégedetlenek. Olyan sérült lelkek ők, akik zavaruknak, kétségbeesésüknek és nem ritkán gyűlöletüknek köszönhetően még a vezetőiket sem akarják közel engedni magukhoz. Ismereteink szerint a negatív eltévett lelkek többféle módon, például ördögűzéssel is elérhetők és kezelhetők hogy végül felhagyjanak az emberek életébe történő beavatkozással. A megszálló szellemeket rá lehet venni, hogy távozzanak, és végül annak rendje és módja szerint átmenjenek a szellemvilágba. Fölmerül a kérdés, ha a spirituális világban rend van, és a vezetőink törődnek velünk. Akkor hogyan engedhetik meg, hogy ezek a rosszul alkalmazkodó, az emberekre negatív energiát sugárzó lények egyáltalán létezenek? Az egyik magyarázat, hogy az akaratunk szabad, még halálunkban is, a másik, hogy mivel fizikai világunkban is oly sok dolog kavarodik össze, a szellemi szabálytalanságokra és deviációkra, mint amilyen a testi létből történő normális kivonulástól eltérő halál is számítanunk kell. A testüktől megvált boldogtalan lelkek, akik önmagukat tartják fogva, valószínűleg a nagy terv részei. Dolguk végeztével ezeket a lelkeket majd kézen fogva vezetik el a Föld asztrális síkjáról, és a szellemvilágban a nekik megfelelő helyre kísérik őket. Most a zavart lelkek második. Sokkal gyakoribb típusára térek rá. Ők valamilyen gonosz cselekedet részesei voltak. Először is azt kell eldöntenünk, vajon védkesnek vagy ártatlannak tekintsük-e a lelket, aki egy bűnözőben lakik. Ki a felelős? A lélek vagy az emberi ego? Vagy a két dolog ugyanaz. Egy-egy kliensem néha azt mondja, úgy érzem, megszállt egy belső erő, amely rossz dolgokra késztet. Akadnak elmebetegek, akik úgy érzik, hogy a jó és a gonosz ellentétes erői hajtják őket, számukra irányíthatatlanul. A hipnózisban lévő emberek tudafölötti jével végzett több éves munkám után arra a következtetésre jutottam hogy az ötféle érzékelési módon rendelkező ember negatív hatást képes kifejteni a lélek pszichéjére. Őrök énünket a domináló biológiai szükségletek és a környezetünkből származó ingerek szorításában fejezzük ki, amelyek a megtestesült lélek számára csak időegesek, bár emberi formánkban nem létezik valami rejtett, gonoszín, egyes lelkek mégsem asszimilálódnak teljesen. Azok, akik nincsenek harmóniában a testükkel, úgy érzik, elszakadtak önmaguktól. Ez az állapot azonban nem menti föl a lelkeket az alól a kötelezettség alól, hogy a földi élet során tartózkodjanak minden gonoszságtól. Ezt a célt szolgálja az emberi lelki ismeret. Fontos, hogy világosan lássuk, mi az, ami negatív befolyást gyakorol ránk, és mi az, ami nem. Ha egy belső hang önmagunk vagy valaki más meggyilkolására buzdít bennünket. Abból még nem következik, hogy egy démonikus szellemi entitás, egy idegen lény vagy éppenséggel egy rossz akaratú, hitehagyott szellemi vezető hatása alatt állunk. Ezek a negatív erők belőlünk erednek. Az érzelmi rendellenességekből származó destruktív impulzusok, ha nem kezelik őket, akadályozzák a fejlődést. Azok, akik megoldatlan, személyes traumákat cipelnek, az önrombolás magját hordozzák magukban a bennünk élő aggodalom hatására úgy érezhetjük, nem vagyunk teljes emberek. Például az erős óvárgás és a szenvedély betegségek, amelyek a személy fájdalmából táplálkoznak, akadályozzák az egészséges lélek önkifejezését, sőt, azt akár az őt befogadó test rapságában is tarthatják. Vajon napjaink erőszak hulláma azt jelzi, -e, hogy manapság több lélek tér le a helyes útról, mint régebben? a túlnépesedés és a tudatállapotokat befolyásoló drogok terjedése minden esetre ezt támasztja alá. De ha a pozitív oldalt nézzük, azt is láthatjuk, hogy az emberi szenvedést enyhíteni igyekvő tudatos elkötelezettség a világ minden részén erősödik. Mondják, hogy a föld történelmének légvéresebb pillanataiban is számos ember élt, akik sikertelenül próbáltak küzdeni az emberi kegyetlenséggel szemben azok a lelkek, amelyeknek a gazdái genetikai okokból hajlamosak a hibás agyműködésre, különösen veszélyeztetettek az erőszakos környezetben. Sokszor látjuk, hogy a családon belüli fizikai és érzelmi visszaélések hogyan teszik tönkre a gyerekeket, hogy aztán felnőttként előre kitervelt, erőszakos bűncselekményeket kövessenek el, minden megbánás és könyörület nélkül mivel a lélek nem teremtetik tökéletesnek, eredeti természetét beszennyezheti az ilyen életforma. A különösen súlyos bűnt ördöginek nevezzük. Alanyaim azt mondják, hogy eredendően egyetlen lélek sem ördögi, bár később az emberi élet folyamán elérheti ezt a fokozatot. A patológiás, ördögi természetet a személyes tehetetlenség és gyengeség érzése jellemzi, amelyet a védtelen áldozatok tovább gerjesztenek azok a lelkek, akik valóban ördögi cselekedeteket vittek véghez. Általában alacsony fejlettségűnek tekinthetők, de az éretlen lélek önmagában még nem vált ki rossz indulatú viselkedést a sérült emberi személyiségből. A lélek az evolúciója során a tökéletlentől a tökéletes irányába fejlődik azáltal, hogy feladatorientált életei során számtalan bonyolult és nehéz megbízatást teljesít emberi testben. Egyes lelkek hajlamosak olyan környezetet választani maguknak, amelyben rendre kudarcot vallanak vagy eltérítődnek. Így a rossz életválasztások idővel lerombolhatják a lélek önbecsülését. Mindazonáltal minden lélek felelős az általa elfoglalt testben mutatott viselkedéséért. A következő fejezetben megfigyelhetjük majd, hogy vezetőik segítségével hogyan tekintik át a lelkek az elmúlt életüket. Mielőtt tovább lépnének, hogy találkozanak a barátaikkal. De mi történik azokkal a lelkekkel, akik testi életük során különösen nagy fájdalmat okoztak másoknak? Ha a lélek képtelen jobbá tenni az emberi test égető, erőszakos késztetéseit, hogyan számoltatják előtt a más világon? Ez a mennyország vagy pokol kérdését veti fel, ahová a jó vagy a rossz cselekedeteink miatt kerülünk, hisz a számonkérés ősidők óta a vallási tradícióink része. Rendelőm falán egy egyiptomi festmény reprodukciója lóg. A címe, az ítélet, az eredeti a Halottak könyve című műben található. Ez a könyv nem más, mint egy, a halállal kapcsolatos, több mint 7000 éves, mitológikus rituálé. Az ősi egyiptomiak a halál és a halálon túli világ megszállottjai voltak, mert kozmikus panteonjukban a halál adott magyarázatot az életre a kép egy nemrég elhunyt ember ábrázol, aki éppen megérkezett az élők földje és a halottak országa közti mesgyére. Egy mérleg mellett állami, amelynek segítségével majd megítélik földi életének cselekedeteit. Anubis Isten, a ceremónia mester, a mérleg egyik serpenyőjébe teszi az ember szívét, a másikba pedig az igazság egy helyét helyezi. Az egyiptomiak számára a szív és nem a fejjel képezte az ember lelki ismeretét. Feszült pillanat ez. Nem messze egy krokodil fejű szörnyeteg nyitott szájjal, hogy rögvest fölfajja a szívet. Ha az ember rossz cselekedetei túlsúlyban vannak a jókkal szemben, ha a mérleg nyelve rossz irányba tér ki, az véget vet a léleklétének. Alanyaim jó néhány megjegyzést tettek már erre a képre, egy metafizikai érdeklődésű ember váltig állította hogy senkit sem zárnak ki a túlvilágból, bármennyi rossz cselekedet terheli is a mérlegét. Igaz, amit állít, vajon minden léleknek megvan a lehetősége arra, hogy visszatérjen a szellemvilágba, függetlenül attól, hogy milyen testel társult idelen. A kérdés megválaszolása előtt elmondom, hogy a társadalom nagy részének véleménye szerint nem ugyanarra a helyre jut minden lélek. A mérsékeltebb teóriák ugyan nem ragaszkodnak már a bűnösöknek járó kénköves pokol tűzhöz, mindazonáltal sok vallási szekta hisz a két mentális állapot, a jó és a gonosz spirituális együttélésében, ami a rossz lelket illeti egyes ókori filozófiai vélemények szerint, az nem más, mint a halál utáni bűnhődés következtében az Isten esszenciától, isteni lényektől való elszakadás. A tibeti halottas könyv a Bibliánál évezredekkel régebbi vallási forrás az életek közötti tudatállapotot, a bardót olyan időszaknak írja le, amelyben az elkövetett gonosztetteink szellemi elkülönüléshez vezetnek. Ha hittek is a keleti emberek egy különleges spirituális hely létezésében, ahová a védkesek kerülnek. Hasonlított-e elképzelésük a nyugati világ purgatóriumához? A keresztény doktrína a legkorábbi kezdetektől fogva átmeneti száműzetésnek tekinti a purgatóriumot, ahová az emberiesség ellen elkövetett kisebb védkeket elkövető lelkek kerülnek. A keresztény purgatórium a vezeklés, az elszigeteltség és a szenvedés helyszíne. Ha a lelkek már az összes negatív karmájuktól megszabadultak, végül bejuthatnak a mennyországba. Ezzel szemben a súlyos, halálos, bűnökért örök kárhozat jár. Vajon létezik-e pokol, amelyben a rosszak véglegesen elkülönülnek a jóktól? Alanyaim lelkei minden esetben arról győztek meg, hogy a lelkek számára nem létezik a szörnyű szenvedések elkülönített helye. Ez csak a Földön található meg. Minden lélek ugyanabba a szellemi világba tér haza a halál után, s ott mindenki türelemmel és szeretettel fogadnak. Ám azt is megtudtam, hogy bizonyos lelkek mégis elkülönülnek a szellemvilágban, és ez a vezetőikkel való közös helyzet felmérés idején történik. A többi lélekkel ellentétben ők nem indulnak el a megszokott utak egyikén. Gonosztetteik miatt Gátoltalanyaim elmondták, hogy azok a lelkek, amelyek földi életük során nem voltak képesek az ártó emberi késztetéseket féken tartani, magányba vonulnak, amikor visszatérnek a szellemvilágba. Ezek a lelkek jó darabig nem keverednek a megszokott módon a többiekkel. Azt is észrevettem, hogy azok a kezdő lelkek, akik első életeik során rendszeresen negatív viselkedést tanúsítanak, személyre szabott spirituális izolációba vonulnak. Végül őket is saját csoportjukba helyezik, hogy figyelmes felügyelet mellett ezzel is serkentség tanulási folyamatukat. Mindez nem büntetés hanem inkább egyfajta purgatórium, ahol a lelkek átértékelhetik az önmagukról való tudásukat. Mivel a Földön számtalan formában lehet rosszat cserekedni, az elszigetelés módja és a spirituális instrukció lelkenként más és más. A konkrét módot az adott élet végén. A helyzet felmérés során határozzák meg. A magány és az átnevelődés időtartama sem állandó. Például beszámoltak nekem olyan rossz útra tért lelkekről, akik a magány időszaka után azonnal visszatértek a földre, hogy egy jó élettel a lehető leghamarabb ledolgozzák hátrányukat. A következő példa egy olyan lélektől származik, aki közvetlen kapcsolatban állt egy ilyen szellemmel. Tizedik eset. Dr. N. Felelősséggel tartoznak-e a lelkek azért, ha olyan emberi lényekkel állnak kapcsolatban, akik szenvedést okoznak másoknak a földi életben? Alany, igen, olyanokkal, akik kegyetlenül bántottak valakit, én is ismertem egy ilyen lelket. Doktor N., mit tud erről az emtitásról? Mi történt vele, miután ezt az életét követően visszatért a szellemvilába? A lány egy lányt bántott, rettenetesen, és aztán nem csatlakozott a csoportunkhoz. Kiterjedt egyéni tanulmányokat kellett folytatnia, mert ennyire gyöngén szerepet abban a testében. Doktor N., miben állt ez a büntetés? Alany, büntetés. Nem jó a szó, ez inkább regenerálódás. Tulajdonképpen a tanárok döntésén múlik. Sokkal szigorúbbak azokkal, akik egyetlenkedésben vettek részt. Doktor N., mit jelent az a szellemvilágban, hogy sokkal szigorúbbak? Alany, nos, ez a barátom nem jött vissza velünk, a barátaival, azután a szomorú élet után, amelyben bántotta azt a lányt. Doktor N. Amikor meghalt, ő is ugyanazon a spirituális átjárón tért vissza, mint ön. Alany, igen, de nem találkozott senki mással. Egyenesen arra a helyre ment, ahol csak a tanára várta. Dr. N., és aztán mi történt vele? Alany, egy idő után, egy nem túl hosszú idő után, újra visszatért a földre, mint nő, olyan helyre, ahol kegyetlenek voltak az emberek. Fizikailag is bántották őt, és ez szándékos választása volt. A barátomnak meg kellett tapasztalnia, milyen az, amikor. doktor N., mit gondol, ez a lélek az előző testének az emberi agyát okolta a kegyetlenkedésekért? Alany, nem, elvállalta, amit tett, magába roskadt. Tapasztalatlanságát vádolta, amiért képtelen volt legyőzni emberi hibáit. Ő kérte, hogy a következő életében meggyalázott nő lehessen, hogy átélhesse, hogy fölmérhesse azt a fájdalmat, amit a lánynak okozott. Doktor N. Ha ez a barátja nem törekedett volna a megértésre, és továbbra is olyan emberi testeket választ, akik csak ártanak másoknak lehetséges lett volna, hogy végül elpusztítsák őt a szellemvilágban. A lány hosszú szünet után az energiát tulajdonképpen nem lehet elpusztítani, csak áldolgozni a negatívumokat, amelyek sok sok életen át kitartanak. Végül kezelni lehet. Doktor N. Hogyan? alany, bizonytalanul, nem pusztítással, átrendezéssel. A tizedik esetben az alany nem válaszol többé a témára irányuló kérdéseimre, és azok az alanyaim, akik még tudtak néhány dolgot ezekről a sérült lelkekről, szintén meglehetősen szűkszabúak voltak. Később még egy kicsivel többet is megtudunk az intelligens energia kialakulásáról és átalakulásáról. A legtöbb hibás lélek képes arra, hogy megtiszt